Sziasztok! Ez itt a SimRace to Real Simulator bajnokság élő versenyzőkkel, valós versenyzőkkel, profi versenyzőkkel a cockpitben, a szimulátorokban. Köszöntelek titeket, Szolnár Gyula vagyok. Hát folytatódik a bajnoki sorozat, amelyet az elmúlt hétvégén vasárnap megkezdtünk, a második fordulóhoz érkeztünk. És hát egy nagyon izgalmas versenyt láthattunk az első verseny hétvégén. A mai napon itt van velem Szarka Zsolt, aki szintén a Racing Online Hungary szimulátor versenyzője. Szia Zsolt, köszöntelek téged itt a kommentátor állásban. Én is üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat. Hát ma te leszel a segítségünkre, hogy majd itt eligazodjunk a szimulátorozás világában, és veled együtt nézzük majd meg a mai két versenyt, a Gran Turismo, illetve a Formula Auto kategóriában. Nem tudom, hogy figyelemmel kísérted-e az első verseny hétvégét. Itt van egyébként közben a program, 13 órakor kezdődik majd a Gran Turismo időmérőedzése, aztán 13:10-kor jön az első futam, aztán jönnek a formulások, 13:50-kor időmérőedzés, 14 órakor pedig futam. Szóval Zsolt, nem tudom, hogy figyelemmel kísérted-e az első verseny hétvégét, mit szóltál, milyenek voltak a versenyek, hogy tetszett? Figyelemmel követtem természetesen a futamokat. Számomra meglepő módon a Feri nyerte meg a 2-3-at. Én tényleg Molnár Bentegúzt vártam az első helyre, de nagyon szorosan mögötte következett. Kíváncsi leszek, hogy most hogyan alakulnak majd a dolgok. Én most Molnár Bendegúzt várom majd az És miért mond Molnár Bendegúzt, hiszen a valós versenypályákat nézzük, akkor Fica Feri ugye a Gran Turismo kategória egyik legtapasztaltabb versenyzője, aki a Tour Auto világbajnokságot is megjárta az Engő Motorsporttal. Miért mondod azt, hogy Bendegúzra számítottál, és miért nem Fica Ferire, aki egyébként tudomásom szerint hónapok óta nagyon komolyan gyakorol? Tiszta megérzés, és amiket láttam tőle időket, ezekből következtettem. Sokat? Bendegúz is sokat játszik egyébként? Igen. Sokszor benn van veletek a bajnokságban? Nem, csak hát több potenciát láttam, úgymond benne. Na jó, figyelj, én elhiszem a megérzéseidet, hiszen te vagy a profi szimulátor versenyző, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul a mai nap. Viszont most a Gran Turismo mezőnye egy virtuális versenypályára érkezik, ezen a hétvégén a Lago Maggiore pályán fogtok menni, illetve megy a mezőny, és neked van egy gyors köröd ezen a pályán, amit szeretnénk megmutatni, és jó lenne, hogyha ezt lekommentálnád, és elmondanád, hogy milyen ez a pálya, amely elég hosszú, a valóságban ugyan nem létezik, de hogyha a pályarajzot megnézzük, rendkívül technikás, úgyhogy hamarosan meg fogunk nézni egy gyors kört tőled a Lago Maggiore versenypályán, ahol a mai napon a mezőny fog menni, íme. Légy szíves, mesélj egy picit erről a pályáról, hogy hogy kell ezen menni. Itt az első kanyarba egy nagy féktávot veszünk, minél később próbálunk fékezni, majd a visszafordítóban minél beljebb próbáljuk tartani. Itt nagyon a kigyorsításra megyünk, minél szélesebb, viszont nagyon szélesre vesszük. Legnehezebb kanyar következik most lejtőbe, és lejtő szinte visszafordító kanyar. Nagyon erősen megfékezzük az autót, próbáljuk középen tartani.
gyorsítás, nagyon szélesre vesszük. Innen egy bal, jobb bal kanyar következik, ahol a legnagyobb egyenes következik a pályában, így nagyon fontos az, hogy milyen sebességet tudunk itt átvinni a kanyarokon. Innen egy hosszú padlós következik, ahol a pálya talán, hanem a legjellegzetesebb kanyara következik. Szinte NASCAR pályához hasonló döntött kanyar következik. Egy emelkedőn fékezzük meg. Itt nagyon erősen a kanyar csúcspontot érintve próbálunk minden nagyobb sebességet átvinni a következő bal-jobbos kanyarra. Itt nem szabad teljesen szélesen megkezdeni a kanyart. Középről kell bekanyarodni, tartjuk magunkat a rázókövön bal oldalon, majd itt jobb oldalon megint érintjük a kanyar csúcspontot, szélesre vesszük, aztán a pálya utolsó szakasza következik. Jobb oldalon belül tartjuk az autót, nem szabad nagyon szélesre venni, nem szabad a füvet kívül megérinteni, mert könnyen eldobja magát az autó. Itt az utolsó kanyar fog következni, itt egy nagyon erős féktávval megint érintjük a belső rázókövet, aztán teljesen kiszélesítjük, ameddig lehet. Igazából ez lett volna nagyjából egy kör a Maggiore-n. Na, hát itt az időd, 1:54-2-t mentél ezzel az Aston Martinnal. Hát inkább azt mondanám most már, hogy nem is NASCAR-os ez a pálya, hanem hogyha azt nézzük, hogy milyen az új holland F1-es pálya, a Zandvoorti, amit ugye újjáépítettek, igen, abban is van egy ilyen döntött kanyar. Rettenetesen technikás ez a pálya, nem kár, hogy nincs a valóságban, mert a vonalvezetése nagyon trükkös, nem is olyan könnyű szerintem. Nem tudom, hogy az összes többi pályához viszonyítva hova teszed ezt a pályát nehézségi fokát tekintve? Hát körülbelül egy, hát nem akarok butaságokat mondani, de talán egy spy nehézséget el, spy nehézségbe. Aha, nekem igen, ez tisztán látszik. Mondjad? Nagyon-nagyon technikás, szinte minden kanyarja meghatározva, és nagyon-nagyon technikás részek vannak benne. Több nagyon nehéz kanyar van benne, például a negyedik, és NASCAR kanyarhoz hasonlítottam, például az is nagyon technikás, és nagyon könnyű elvéteni a féktávot. Igen, igen, de ez a pályarajzból is látszik, hogy ez egy brutálisan nehéz pálya. Annyit még árulj el, légy szíves, hogy erre a hétvégére, ha jól tudom, te segítettél felkészülni egy-két versenyzőnek, hogy jobban menjenek itt a GR, a Gran Turismo kategóriába. Kinek segítettél fölkészülésben erre a verseny hétvégére? Erre a pályára egész pontosan Valentér Viktornak, a GR3-as kategóriába, aki természetesen mai nap egy Audi GT3-as versenyautóval, és hát nagyon, nagyon ügyes volt, és nagyon élveztem, nagyon élveztem. Igazából számomra egy picit fura volt, hogy egy autóversenyzőt kell felkészítenem, így neki az alapokat nem kellett elmagyaráznom. Na, tessék, látod? Igen? Nagyon folyékonyan ment az egész folyamat. Nem kellett arra figyelnem, hogy féktáv végén jobban a féket, akkor jobban könnyebben tudja befordítani az autót. Hogyan tud nagyobb sebességet átvinni a kanyarba. Ez mind magától jött, így igazából már csak a helyes nyomvonalat kellett számára megtanítanom, és minden magától jött, úgyhogy igazán élveztem a vele eltöltött időt. Na mindjárt az időmérő edzés a GR kategóriában, a Gran Turismo kategóriában, 10 perc hosszú lesz, és akkor majd meglátjuk, hogy sikerült fölkészítened Valentér Viktort, hiszen hamarosan megnézhetjük, hogy alakul az időmérő edzés ebben a kategóriában is, aztán majd a rajtsorrend. Hát, hogyha visszatekintünk az elmúlt verseny hétvégére, akkor a Fuji Motor Speedway mentek, ugye az első verseny hétvégét ott teljesítették a pilóták, és akkor Fica Feri volt a leggyorsabb. Meglátjuk, hogy lesz olyan valaki, aki meg tudja egyáltalán közelíteni Fica Ferit, mert nagyon gyors volt Feri az első verseny hétvégén. Úgyhogy íme már a rajtsorrendet láthatjuk hamarosan. Ha az időket is látnánk, akkor lehetne látni, hogy Molnár Bendegúznak sikerült megverni az időmérő edzésen Fica Ferit. Na, itt a kvalifikáció, akkor nézzük is meg pontosan, hogy mi történt a 10 perces kvalifikációban. Most mennek ki a csapatok a pályára. Hogy alakult az időmérő edzés végeredménye? Azért nyilván sokan gyakoroltak az elmúlt verseny hétvégét követően, hogy egy picit jobban belerázódjanak ebbe a szimulátorba, és ennek megfelelően azért arra lehet talán számítani, hogy sem a Gran Turismo kategóriában, sem a Formula Auto kategóriában már nem lesz akkora fölénye sem Fica Ferinek, sem Rónai Tominak, mint ahogy azt az első verseny hétvégén láthattuk. Na nézzük, hogy alakult az időmérő edzés, és hogy ha már említetted, Zsolt, hogy fölkészítetted Valentér Viktort,
Én, ha jól tudom, itt van velünk a testvére, Volentér Balázs, aki a formula kategóriában megy majd a mai nap folyamán, mint ahogy azt tette az első verseny hétvégén is. Nem tudom, Balázs, hogy hallasz-e engem? Igen, hallok benneteket, köszöntöm a kedves nézőket. Na, szia Balázs! Mesélj egy picit a testvéredről először, majd rólad is beszélgetünk természetesen, hogy hogy készült, mennyire volt segítség számára Szarka Zsolt útmutatása, és hogy tudta belőni ezt a pályát, mit vár magától ezen a verseny hétvégén? Abszolút nagy segítségét jelentett a számunkra, hogy ezt az úton is köszönjük szépen Zsoltinak. Nyilván hát neki azért a felkészülésben kis nehézséget okoz az, hogy ugye a szimulátor az nálunk van, és ő már ugye külön laki, és hát nem tud nálunk itt lenni folyamatosan, hiszen ő már ugye egy családapa, tehát így ebből a szempontból... Nagyon helyes! Igen, többet van a családjából, mint ugye a szimulátorral, úgyhogy így nyilván kis hátrányból indul, de igyekszik egyébként nagyon szorgosan, és gyakorol folyamatosan, hogy minél jobb eredményt érjen el. Hát az első hétvégén a 12. helyet szerezte meg Fujiban, úgyhogy azért olyan rosszul nem ment, Viktor, ahogy annak ellenére, hogy nyilván megvannak az elfoglaltságai otthon is, de kíváncsi vagyok akkor, hogy a Maggiore pályát hogy lőtte be. Ő az aktív autóversenyzéstel hogy áll most, hiszen azt látjuk, hogy tavaly ő még ment Renault Clio kupás autóval a közép-európai zóna bajnokságban. Nem tudom, hogy áll az ő pályafutása, mit tervez az idén 2020-ra. Ugye a gyorsasági országos bajnokságban milyen tervei vannak Viknak? Igen, ugye a tavalyi évben Renault a kupába indult, illetve a szlovákiai ringi fordulóban vett részt. Közben elnézést, csak picit segítenem is kell neki itt a gépnek a kezelésében. Szóval a tavalyi évben a Renault Clio kupába indult, az idei évben pedig ugye a Magyar Autós Gyorsasági Bajnokságban fog részt venni egy Lotus Elise-szel a túrautó kategóriában, úgyhogy így el jelenleg, várjuk mi is azt, hogy végre elkezdődjön az idei versenyszezon. Most a jelenlegi információm szerint egyébként, amelyet kiadtak, hogy a gyorsasági szakágnak az év kezdete az július 25-én lesz, tehát azért készülhettek az igazi versenyzésre is hamarosan, sőt előtte, ha jól tudom, tesztek is lesznek, úgyhogy nem tudom, hogy a Viktor hogy tervezi, hogy mikor ülhet először autóban, vagy milyen időpont van nektek, amire már kalapozni, hogy be lehet ülni igazi versenyautóba is. Igen, hát ugye mi is folyamatosan beszélünk a csapat, illetve a Viktor folyamatosan beszél a csapat, és amit lehetőséget látunk arra, hogy minden készen áll, egyből fognak majd menni tesztelni. Gondolom a Hungaroring lesz az első helyszín, nem? Vagy hol szeretnétek tesztelni? Ezt még pontosan nem tudom, ezt majd a csapatnak és Viktornak kell eldönteni, úgyhogy ez majd az ő közös döntésük lesz. Én inkább a Pannonieringet, vagy mondjuk egy Euroringet látok reálisnak. Na, hát akkor drukkolunk egyrészt a teljes szakágnak, hogy minél hamarabb ti is pályára gurulhassatok igazi versenyautókkal, de addig a felkészülésre ez egy tökéletes lehetőség, hogy itt a Simrace to Real-ben gyakorolhattok és versenyezhettek, és ez azért azt gondolom, hogy egy ilyen szimulátor az mindig arra jó, hogy az embernek ugye a kéz-láb-szem koordinációját azért úgy edzésbe tartsa, mielőtt kigurultok valós versenyautókkal is a pályára. Hát jelen pillanatban Gerencsér Dávidot láthatnánk, nálam ugyan befagyott egy picit most a kép, de nem tudom, hogy ti mit láttok a YouTube csatornán. Minden esetre Gerencsér Dávid egyelőre újonc, ő nem volt itt velünk az első verseny hétvégén, most csatlakozott bajnoksághoz újoncként. Őről azt kell tudni, hogy 2018-ban futott első teljes évét a gyorsasági szakágban, és akkor a kis túra kategóriában, illetve a mínusz 2000 köbcentiméteres kategóriában már bajnok is lett. A 2019-es év sajnos technikai és egyéb okokból kimaradt a számára. Egyébként a rallycross szakágban kezdte Gerencsér Dávid a pályafutását, és utána jött át a gyorsasági szakágba. Hát meglátjuk, hogy hogy alakul Dávidnak a első versenye itt a Simrace to Real-ben. Közben természetesen zajlik az időmérő edzés. Egy pici türelmeteket kérjük, mert nálunk egy kis technikai nehézség miatt megakadt a kép, de hamarosan helyreállítjuk, és akkor tudom nektek tovább mondani az eseményeket. Addig megkérdezem Zsoltot, térve egy kicsit, hogy tehát majd megnézzük együtt ugye a GT kategóriát és a Formula Auto kategóriát, ami a Red Bullingen lett. Te már azért sokat versenyeztél GT kategóriában, nagyon komoly nemzetközi eredményeid is vannak.
Igen, egész pontosan kettő darab nemzetközi versenyre jutottam ki, egy barcelonai Nissan GT kupára, ahol ezzel a kategóriás GT3-as DR-rel versenyeztünk. A másik díg Tokióban volt, egy Toyota Supra GR kupába, ahol viszont az utcai új Toyota Suprával versenyeztünk. Ha nézzük a mezőnyt és a típusokat, az autótípusokat, te melyikre tennéd le a voksodat, mert ugye ezt a próbakörödet, vagy ezt a gyors körödet, amit megmutattunk az imént, azt egy Aston Martinnal futottad, de speciál, hogyha végignézek a mostani mezőnyön, Aston Martin senki nem választott, jellemzően inkább Porsche-k vannak, Toyota-k, ugye Bucci Attila megy Ferrari-val, BMW M6-tal megy Fekete Dominik, te melyik autóra tennéd le a voksodat, hogyha te játszanál, vagy te mennél most ebben a szimulátor bajnokságban? Az az autó, amely szinte mindenhol jó, és a tökéletes középút, az a Porsche. Porsche, a Supra is nagy, igazából mindegyik autó nagyon jó, nem hiába van ez a PO, a Balance of Performance Sensor, ami kiegyenlíti az autók között a lehető legjobban. Mindegyik autó máshol jó, például azt tudom, hogy a Supra rajtnál veszíteni fog egy Porschehoz képest. Középmotoros autóhoz képest, de egyenesbe például sokkal könnyebb vele előzést végrehajtni. Ugye Volentér Viktornak te mit tanácsoltál? Viktor ugye Audi R8 LMS-sel megy, gyakorlatilag ő az egyetlen, aki az Audi R8-ast választotta. Ebbe segítettél az autóválasztásba, vagy az az ő ötlete volt, hogy R8-asra? Ez az ő ötlete volt, és azt tanácsoltam neki, hogy kanyarban nyugodtan próbálkozzon, mert az Audival sokkal nagyobb kanyarsebességet lehet elérni, mint például egy ormotoros autóval. Aha, tehát az Audi magyarán kanyarban jobb, mondjuk ezen a technikás pályán ez pont jól ki fog jönni, mert itt a Lago Maggiore az nagyon kanyargós. Igen, az Audit nem könnyű irányítani, de ha valaki mesterévé válik, akkor nagyon jól lehet vele menni, nagyon gyors időket lehet vele. Hát Porsche-kkal ugye megy Ficaferi, Jedlocki Márk, Matók Ádám, Varga Richard és Gelencsér Dávid, valamennyien ugye Porsche-val mennek. A 13 fős lesz most ezen a hétvégén a mezőny a GT kategóriában a Lago Maggiore pályán, ami egyébként egy tó Olaszországban, tehát ez, az viszont nem fantázia név, amit a pálya kapott nevét tekintve, csak maga a pályarajz az, ami valójában nem létezik, viszont a helyszín létezik. Hát meglátjuk majd, hogy ki hogy tudja terelgetni a versenyautót. Ugye visszatekintve az első verseny hétvégére Fica Feri nyert. Az volt az érdekes, ami számomra picit meglepő volt, azt tudtuk, hogy ha az egész mezőnyt megnézzük, és a valós eredményeket nézzük az autóversenyzőknél, azért Fica Feri kimagaslik ebből a mezőnyből a versenyzői múltját tekintve. Arra én nem számítottam, megmondom őszintén, hogy szimulátorral is ennyire gyors. Ugye ő nyerte az első versenyt, Molnár Bendegúz lett a második, Bucsi Attila a harmadik a Fuji Speedway-en, aztán Lengyel Ádám, Varga Richard, László Attila, Jedlocki Márk, Matók Ádám, Fekete Dominik, Lackó Lehel, Mohácsi Ákos, Volentér, Viktor, Makai, Gyuri és Amrein Roland volt a sorrend az első verseny hétvégén. Persze itt be kell kalkulálni, hogy többeknek voltak technikai problémái a játékkal, de minden esetre a Feri többször hibázott, ennek ellenére mindig vissza tudott jönni az élre, tehát én azt látom, hogy ő azt a pályát legalábbis a Fujit nagyon begyakorolta. Igen, valószínűleg nagyon sokat készült rá és segített is neki az, hogy ő már előtte használta ezt a szoftvert. Te már használt a gét-szimulátort, és könnyebben tudott alkalmazkodni a helyzetekhez. Valószínűleg néhány versenyzőnek el kell tennie egy-két versenynek, mire felveszi az iramot, de biztos vagyok benne, hogy sokan nem csak hogy meg fogják közelíteni, de lehet, hogy akár előtte is fognak végezni. Most Valentin Viktort láthatjuk az R8-assal, itt van a tanoncod, a mentoráltad, Valentin Viktor. Na nézzük, hogy milyen kör tud futni Viktor. Miközben azt látjuk, hogy egyelőre Molnár Bendegúz vezeti az időmérő edzést, Fica Feri előtt, Bucsi Attila a harmadik, és Lengyel Ádám a negyedik. Hát valójában, László Attila az ötödik, hogyha az első ötöt nézem, akkor az élmezőnyben nagy különbség nincs az első verseny hétvégéhez képest, hiszen ott is Fica Feri mögött Bendegúz, Bucsi Attila és Lengyel Ádám voltak azok, akik nagy-nagy csatát vívtak. Nem tudom, mennyire ismered a többieket a mezőnyből, például nekem Bucsi Attila is nagyon érdekes, hiszen ő gyakorlatilag fiatal kora ellenére, hát ő a legfiatalabb ebben a mezőnyben, de 13 éves, és már versenyzett igazi versenyautóval a tavalyi esztendőben, a Ferrari-t választotta, 458 Itáliát, az nem tudom, hogy majd játék tekintetében mennyire számít jó technikának, de hogy meglepő számomra, hogy milyen jól ment Bucsi Attila fiatalkor ellenére.
Igazából itt azt tudom mondani, hogy ez csak számodra meglepő, hogy, hogy ilyen fiatal ellenében, mert itt nálunk is vannak nagyon fiatal és nagyon gyors versenyzők, és ez annyira nem egy meglepő dolog. Fiatal versenyzők ennyire gyorsak a szimulátor világában. Sokkal könnyebben elérhető bárki számára a szimulátor, mint egy valós autóversenyzés, és sokkal fiatalabban elkezdhetnek gyakorolni, elkezdhetik fejleszteni a képességeiket, és ezáltal tényleg igazán meglepő, hogy 11, 12, 13 évesen már hogyan képesek menni ezek a fiatal versenyzők. Igen, hát ugye pont Bucsi Attila részt vette a Hyundai-nak ezen a Légyen magad programján, amelyen olyan jól teljesített, hogy Mihelis Norbi is egy kicsit beállt mögé, és picit mentorátja lett Bucsi Attilának, tehát hogyha ezt nézzük, akkor valóban már ilyen fiatalon gyakorlatilag fel is hívhatod magadra a figyelmet. Aztán a más kérdés, hogy valaki szimulátorban akarja folytatni a pályafutását, vagy igazi autóversenyzésben. Szimulátorban is most már van lehetőségetek olyan profi pályafutást befutni, hogy gyakorlatilag pénzt is tudtok ezzel keresni. Tudom, hogy ez most nem az elsődleges szempont, de azért tegyük hozzá, hogy egy profi szimulátoros ebből meg tud már élni. Nyilván itt most a SimRace to Real-ben, miután valós autóversenyzőkről van szó, erről nincs szó, hogy itt bárki a szimulátorozásban próbálja elképzelni a jövőjét, de például a te esetedben azt gondolom, hogy neked is inkább az lebeg a szemed előtt, hogy a szimulátorban érj el minél jobb eredményeket, és nem az, hogy áttérj el a valós versenypályára. Úgy látom a szemedben, hogy vonz az igazi autóversenyzés, ugye? Igen, természetesen volt, és szerintem nem merem ezt teljesen biztosan jelenteni, de szerintem minden szimulátoros egy picit, legalább minden szimulátorosban benne van egy picit, hogy ő valóságban is szeretne versenyezni. Volt már lehetőséged beírni igazi versenyautóba? Igen, egyszer volt. Suzuki kupás versenyautóval egy pár kör Hungaroringen. Hatalmas élmény volt, nem egy nagy kategória, arra, hogy kipróbálni egy körre, de én nagyon-nagyon élveztem, és nekem tényleg álmom az, hogy valós autóversenyző legyek. Melyik csapatnál mentél? Hú, ez egy nagyon jó kérdés erre, most egy gyorsan nem tudnék fel. Nem emlékszem. Nagyon köszönöm minden nekik a lehetőséget, hogy emlékeznek. Jó, majd utána erőket, van jó néhány csapat valóban a gyorsasági szakákban, hál' Istennek, tehát van miből válogatni. Na hát akkor drukkolok neked is, hogy majd legyen lehetőséged még beülni igazi versenyautóba. Itt közben már láthatjuk, hogy majd hamarosan jön a GT autók mezőnye, 10 körös lesz. És hát mesélj egy kicsit arról, amiket itt látunk feliratban, a gumi és a benzin vagy a üzemanyaghoz, mit jelentenek ezek a adatok? Lehet állítani a gumikopást és a benzinfogyást is. Ez azt jelenti, hogy a egy kört megteszünk a pályán virtuálisan, az gumikopásban 4 körnek felel meg. Magyarán akkor ez azt jelenti, hogy ez a pálya nagyon eszi a gumit. Igen, elég technikás pálya, elég sok kanyarral és elég sok nehéz végtávval, így eszi a gumit. Bár nem vagyok biztos, hogy most egy kerékcsere kifizetődő lesz. De nagyon komplex dolog ez, hogy mikor éri meg a kerékcsere és mikor nem. De lássuk a versenyt. Na, majd meglátjuk, hogy valaki esetleg bekockáztatja egy kerékcserét. Íme a rajtrács, tehát Molnár Bendegúz megverte Fica Ferit, ő fog rajtolni az érről. A harmadik sorból jön Bucsi Attila és Lengyel Ádám, aztán a harmadik sorból jön László Attila és Fekete Dominik, a negyedik sorból Volentér Viktor és Amrein Roland, az ötödik sorból Jedlocki Márk és Mohácsi Ákos, és közben itt van már a rajt, úristen, Fica Feri majdnem keresztbe állt a Porsche-val, nagyon szépen jött el Molnár Bendegúz, annak ellenére, hogy elvileg ugye jobban lehet rajtolni a Porsche-val, de Bendegúz megtartotta az elsőjét, nagyon profin, Fica Feri pedig mindenhol jár, csak a pályán legkevésbé egyelőre, nagy volt ott a lögdösödés, Bucsi Attila jön a második helyen, és aztán nagy nehezen összeszedi a Porsche-t Fica Feri, és visszaesik a harmadik helyre. Mögötte pedig Lengyel Ádám jön a másik Toyotával. Viszonylag szépen eljött a mezőny, hogyha az első verseny hétvége rajtját nézzük. Itt a háttérben azért még komoly lögdösödés van, ott Varga Richárdot láthatjuk a lila színezetű Porsche-ban. Ők is ott nagy lögdösödésben voltak, de nézzük még egyszer a rajtot. Hú, de profin jött el Molnár Bendegúz, az nagyon szép rajt volt. Itt volt Bucsi Attilának
és Fica Ferinek egy összeakadása rögtön az első kanyarban. Lengyel Ádám pedig nagyon szépen kimarad ebből a lögdösődésből, és bár ő alatt is megcsúszik a Toyota, a negyedik helyen végül szépen jönnek, és ők négyen kezdenek el is szakadni a mezőnytől. Ezt mondtam a felvezetőben, hogy nagyjából, hogyha az erőviszonyokat nézzük, nagy különbség nincs az első verseny hétvégéhez képest. Azt gondolom, hogy ez a négy pilóta volt az a négy versenyző, aki már az első futamon is uralta a mezőnyt, és most is úgy látszik, hogy nagyjából hasonló, egyelőre legalábbis a helyzet. Molnár Bendegúz nagyon szépen ellépett. Feri úgy látszik, hogy most kicsi problémában van, legalábbis itt az első körben messze nem tudja még azt a tempót autózni, amit Molnár Bendegúz az élen, és Bucsi Attila, a fiatal Bucsi Attila nagyon szépen jön a Ferrarival, próbál ráakaszkodni Bendegúzra, itt jön a zöld Porsche-ban Fica Feri, és mögötte a piros Toyota-ban Lengyel Ádám. Lengyel Ádám és Molnár Bendegúz ugye csapattársak, mind a ketten a Car Competition Racing Team versenyzői. Na nézzük, hogy ebből hogy alakul, hogy látod a rajtot? Nagyon jól jöttek el a Toyotával, nem? Meglepően jól, hiszen mondtad, hogy nehéz a Toyotával rajtol. Igen, számomra is meglepő volt, hogy Fica Feri nem rajtolta le Molnár Bendegúz, de Molnár Bendegúz nagyon szépen elkapta a rajtot. De ahogy látom, Bucsi Attila, ami megelőzte Fica Ferit, kezd egyre jobban felzárkozni Molnár Bendegúzra. Elkapta a szélárnyék, és nem akar jelengedni. És úgy látom, hogy egyre jobban közeledik hozzá, de a többiek is nagyon szépen eljöttek. Ebben a zöld BMW-ben, ebben a zöld M6-os BMW-ben Fekete Dominik ül egyébként. Az ő autója, és ő is szépen jön. Előtte egy Porsche-val Jedlocki Márk az ötödik, és Dominik mögött pedig jön László Attila Toyotával szintén. Ők is itt nagy csatát vívnak, a hatodik helyért Fekete Dominik próbálja zárni az ideális éveket. László Attila most bemegy belső ívre, az ott egy kicsit necces lett volna. Időben a fékre lépett László Attila. A háttérben is nagy adok-kapok van. A 19-es rajtszámmal Amrei Roland kapott egy nagyot. Te is esett Roland a negyedik helyre. Ha jól láttam, Gerencsér Dávid volt az, akivel ütközött. Dávid egy picit arrébb Amrei Rolandot, na nézzük csak még egyszer, itt jön majd a fekete, vagy az az ezüst színű Porsche hátulról. Volt már egy kis kakaskodás. Gerencsér Dávidot mindjárt beszúr, most ott jött a kontakt, jött föl Gerencsér Dávid egyenlőre a tizedik helyre. Hát itt nagyon keményen megy az adókapok. Nem tudom, a sportfelügyelők azért ugye tegyük hozzá, hogy ugyanúgy, mint a valós versenyzésben sportfelügyelők figyelik a versenyt, és hogyha valaki túlzásba viszi a lögdösödést, akkor itt is osztanak büntetést. Igen, ők is osztanak büntetést, és a játék magát úgy érzékeli a büntetést, de nagyon megy az adokkapok, hát nincsen egyszerű dolga, és Bucsi Attila már ott is egy 5 másodperces büntetést. Gondolom az első kanyarban látott megmozdulása miatt, amikor sikerült tessékelni a pályáról. Igen, azt nem nagyon tisztelte, nem nagyon tisztelte az idősebbik versenyző Fica Ferit, majdnem kétszer annyi idős Fica Feri, mint Bucsi Attila, de hát ez a szép az autóversenyzésben, hogyha itt jönnek a fiatalok, ahhoz, hogy hát nem is tudom, mi kell ahhoz, hogy kivívjál magadnak tiszteletet a fiatalabb korosztályon szemben, minden esetre azt jól látni, hogy Bucsi Attilában nincs félelem, ő keményen kirakta Fica Ferit rögtön a rajt utáni kanyarban, de hát ezért most kapott egy 5 másodperces időbüntetést, amivel egyébként egy pillanatra vissza is esett a harmadik helyre, most őket nem látjuk, de a bal felső sarokban látható a sorrend, ahogy változik folyamatosan. Közben Bucsi Attilára nagyon megérkezett Fica Feri, lehet, hogy ezen a féktávon meg is próbálja mellé beszúrni az autót, és közben Molnár Bendegúz sem akar nekik engedni a szélárnyékából. Ők nagyon szépen egyenletesen mennek egyébként, Lengyel Ádám is ott van még a negyedik helyen, de az érződik, hogy náluk nagyon működik ez a pályaautós képesség, hogy ugyanazokat a köröket megfutni pontosan, pici hiba nélkül, hogy tényleg nagyon jól csinálják ezt a szimulátorozást, annak ellenére, hogy nekik ugye nem ez a szakmájuk, mint ahogy nektek, Zsolt, de én azt gondolom, hogy szimulátoros szemmel is jól látni azt, hogy az igazi autóversenyzők mennyire profin tudnak menni, mennyire pontosan tudnak menni a szimulátorral, nem? Igen, nagyon szépen mennek, pontosan ott gyorsítanak ki, ahogy kell, ott vannak a kanyarcsúcspontok.
Hát, hogyha valaki levenni a neveket, fölörül, hogy ők versenyeznek, meg nem mondanám. Nézd, én azt gondolom, hogy visszafelé is működik ez a dolog, ugye általában azt látjuk az elmúlt időszakban itt, főleg a magyar gyorsasági szakákban, hogy szimulátorból ülnek át igazi versenyautóban néhányan, akik erre lehetőséget kapnak, és egész jól mennek valós verseny körülmények között is. De azt jól látni, hogy ez fordítva is működik, hogy akik eddig a valós verseny körülmények között mutatták meg a tehetségüket, és beültetik őket egy szimulátorba, ugyanúgy pontosan meg tudják tanulni visszafelé is jól a szimulátorozást, hiszen ugyanazt kell csinálni itt is, mint a valós versenypályán. Igen, oda-vissza működik általában. Vannak néhány kivételek, amikor a valós versenyző nem tudja implementálni a képességeit a szimulátorba, és a szimulátoros az élő autóversenyzésbe, de nagyrészt működni szokott. Igazából néhány dolgot kell kikapcsolni. Itt, hogy egy helybe ülünk a székbe, így leginkább csak a kezünkre hagyatkozhatunk, és a szemünkre. Ez a hatalmas különbség a valós versenyzéshez képest. Nem érezzük magunk alatt az autót, így nem hagyatkozhatunk annyi érzékszervünkre valós autóversenyzés közben. Közben Emre Roland kap egy 2 másodperces időbüntetést, Bucsi Attila pedig nagyon komolyan támadja Molnár Bendegúz. Bendegúznak elfogyott az előnye, és ketten is ráestek. Na, ebből itt lesz most kemény csata hármajuk között. Ugye ugyanez volt a végeredmény, e között a három pilóta között dőlt el a végeredmény az első verseny hétvégén is. Akkor ugye Ficaferi nyert, Molnár Bendegúz lett a második, Bucsi Attila pedig a harmadik. Hát most folytatódik a hármajuk nagy küzdelme itt a Lago Maggiore versenypályán is. Molnár Bendegúznak nagyon komolyan kell védekeznie Bucsi Attilával szemben is, és Ficaferivel szemben is. Hát még csak a negyedik körben járunk, tehát nem tudom, hogy van-e értelme rögtön itt egymásnak esni, vagy esetleg valaki úgy taktikázik, hogy a gumikkara is vigyázva inkább autózik a szélárnyékban. Nem, Bucsi Attila megtámadja Molnár Bendegúzt, sok volt, besokkal a kanyar az egyenes végén, mondja Zsolt. Nagyon későn próbált fékezni, már túl késő volt. Molnár Bendegúz pontosan tudta, hogy mi volt az a féktáv, ami még elfér, és ennél később próbált meg fékezni Bucsi Attila, de az már sok volt. Na és itt már visszajátszás végét láthattuk, ahogy kicsúszott Bucsi Attila, és Ficaferi is elment mellette. Ficaferi nagyon szépen kihasználta a helyzetet, ő igazából csak kívülről nézte az egész szituációt, majd megkaparította a második pozíciót, amit Bucsi Attila eszen nyújtott neki a hiba által. Na nézzük, csak itt lehetett látni, hogy Molnár Bendegúz nagyon okosan kimegy, és évre érezte, hogy az már sok lesz, hogy Bucsi Attila lögdöste is őt hátulról. Elsokalta a féktávot Bucsi Attila, és befordult, aláfordult korlatilag Molnár Bendegúz. Ficaferi pedig szépen kihasználta Bucsi Attila hibáját. Na most őket mennek elől. Ficaferi kőkeményen rákapaszkodik Molnár Bendegúzra. Azért Bendegúz nevét érdemes megtanulnunk. Aki kevésbé ismeri a gyorsasági szakág résztvevőit, már az egyik legtehetségesebb versenyzője az autós gyorsasági országos bajnokságnak. Ő 2016-ban lett egy tehetségkutató győztese, és ennek jutalmaként kapott lehetőséget a Suzuki kupában, annak is a európai sorozatában már indulhatott, és rögtön az elsőben második volt. 2017-ben pedig megnyerte mind a Swift Cup Europe-ot, mind az országos bajnokságot. Úgyhogy egy nagyon tehetséges srác Molnár Bendegúz, 18-ban is megnyerte a Suzuki Kupa országos bajnokságát. Nem tudom, hogy találkoztál-e a nevével, hiszen te mondtad, hogy kipróbálhattál egy Suzuki Kupás autót. Hallottál-e Molnár Bendegúzról? Hallottam róla, ebben egészen biztos vagyok, de nem követtem a munkásságát eddig. Na hát érdemes az ő nevét meg. És fekete. Fekete. Eldobta. Fekete Dominik megcsúszott a BMW-vel, de visszajött a pára. Szóval Bendegúz a valós körülmények között is az egyik legtehetségesebb pilótája a gyorsasági szakágnak. Van még egyszer, ahogy... Igen, ezt a tipikus hibát követel ezen a féktávon, mert közvetlen a fű mellett kell tartani nagyon közel egész féktávon, és ha már egy picit megcsípel a füvet az autóval, akkor további látható történik. Ahogy a valós körülmények között, ott ugyanez történt volna, hogyha megcsíped a füvet egy hátsó kerékhajtású autóval, abból olyan forgás van, hogy azt öröm nézni. Ez történt Fekete Dominik, és miközben az élen továbbra is gyilkolja egymást Ficaferi és Molnár Bendegúz. Lengyel Ádámot nézem, ők egyébként a valóságban is csapattársak a Lengyel Csaba teamnél. Mindketten Suzuki kupáznak, Lengyel Ádám is egyébként. Hát tulajdonképpen ők kéz a kézben építik a pályafutásokat Molnár Bendegúzzal. Lengyel Ádám is
Suzuki Swift kapozik, és ő is megy a Klopp sorozatban is, illetve a gyorsasági OB-n is. Ő 2019-ben a harmadik helyen végzett a Swift Cup Európa. Hogy látom, Molnár Bendegúz feltartja Fisszaferit és Bucsi Attilát egy picit. Legalábbis Bucsi a másfél másodperces előnyét az szépen ledolgozta, és már itt van kettőjükön. Tehát az még nem jelent semmit, hogy ledolgozod a hátrányodat, valahogy meg is kell előzni az előtted lévőt, ez az, ami nagyon nem megy nekik, és Molnár Bendegúz még továbbra is nagyon szépen tartja az első helyet. Egyébként, ha majd nézzük a Toyotával Molnár Bendegúzt, aki ezzel a Toyota GR Supra-val megy az elején, az az érdekes, hogy Lengyel Ádám tényleg versenyzett Toyotával, ha nem is Supra-val, de GT86-ossal. Neki volt lehetősége 2019-ben, miután megnyerte egyébként a Suzuki Cupát tavaly, ugye Ádám, a Toyota Gazoo Racing profiba ment, és hatodik lett az egy nemzetközi márkakupa a Toyota GT86-osokkal. És nagyon jól ment ezzel az autóval Lengyel Ádám, sőt, ugyanezzel az autóval magyar és osztrák bajnoki futamon is elindult a túrautó kategóriában, és ezt meg is nyerte. Úgyhogy ha valakinek van élő tapasztalata is, hogy kell menni egy Toyotával, a GT86-ossal, akkor Lengyel Ádám ezt elmondhatja magáról. Most ő viszont egy picit látom, hogy leszakadt, miközben Amrein Rolandot figyelmeztetik a versenyfelügyelők, a sportfelügyelők. Lengyel Ádám nem tudja tartani egyelőre a lépést ezzel a hármassal, hátul pedig Jedlocki Márk óriási csatában végig László Attilával az 5. és 6. helyért. Ők is egy picit légüres térben autóznak, egymással viszont szép harcot folytatnak. Eddig Jedlocki Márk vissza tudta verni László Attila támadásait, most viszont László Attila bebújt belső íven, és elment Jedlocki Márk mellett. László Attila egyébként nem autóversenyző, az ő neve hát máshol máshonnan lehet ismerős, elsősorban azoknak, akik versenyeznek a gyorsasági szakákban, László Attila pályabíró, bordbíró, és a 2018-as DTM futamon szenvedett egy súlyos balesetet, miután eltalálta az egyik autó, sajnos amputálni is kellett az egyik lábát, ennek ellenére nem távolodott el az autósportról, és olyannyira nem. Zengő Motorsporttól nyert 2009-ben egy tesztelési lehetőséget, egy T-szeres autóval, hoppá! Mit csinál Bucsi Attila? Már megint kőkeményen megütötte Fisszaferi Porsche-ját, ezért már egyszer kapott büntetést. Most igaz, hogy Fisszaferi a pályán maradt, de nézzük csak itt hátulról, féktávon. Bum! Hát na, ez klasszikus túraautós megmozdulás volt. Picit megpöckölte a Porsche jobb hátulját, nem tudom, talán belefér ez még, Zsolt? Szerintem ez már nem fér bele, de nem használta ki, és tudom, hogy hibát vétett, úgyhogy hagyta, hogy Fisszaferi maradjon elől. De ez egy olyan nyújtott jobb kanyar, hogy szemre azt mondod, hogy megpróbálsz előzni, és majd biztos sikerülni fog, de nem lehet. Itt maximum kiütni lehet, a másikat előzni nem. Ez majdnem sikerült, azért nem volt egyszerű, nem tudom, megnéztem volna a Fisszaferit most a szimulátorban, hogy kapkodta a kormányt, mert azt a Porsche-t egy ilyen kanyarban, ilyen gyors kanyarban összeszedni, az nem lehetett egyszerű. Főleg a támolok gyorsan, a 28 körös gumikon, mivel 4-szeres gumipás van, és 7 kör tettünk meg, tehát biztos, hogy nem volt egyszerű dolga a Porsche-val. De azért szépen lassan kopnak a gumik, fekete Dominikot láthatjuk megint itt a 35-es rajtszámú BMW-ben. Egyre jobban ki fog jönni, hogy ki hogy vigyázott a gumikra. Na, erről beszéltem az előbb, hogy amikor ők együtt hárman voltak, a kérdés az, hogy érdemes-e most csatázni, hogy a végére azt elfogjon a gumi, vagy egy kicsit várni ezzel a csatázással, szépen autózni a másik szélárnyékában, és a verseny végére hagyni a döntést. Neked melyik taktika szokott beválni? Én inkább a vigyázós vagyok. Én inkább vigyázok a gumira, szépen megyek a másik mögött szélárnyékba, biztonságban nem zavarom, és akkor a végén próbálok támadni. Az utolsó egy-két körre hagyom. Ha így valakinek a szélárnyékában autózol, miközben azt láthatjuk, hogy Varga Richard a konzol világtól, ő sem ugye valós autóversenyző, hanem mondjuk úgy, hogy VIP versenyző, a konzol világ kereskedelmi vezetője, óriási csatában Amrein Rolanddal, és ott van körülöttük a BMW-vel Fekete Dominik is, hát itt megy a lökdösődés. Szóval, hogy ha valakinek a szélárnyékában autózol körökön keresztül, tudod lesni azt, hogy mi a gyenge pontja, és hol van az előzési, vagy tudsz találni olyan előzési pontot ilyenkor, amit később bevetsz a futam végén?
Nagyon jókat kérdezel, Gyula, nem mondom. De mert természetesen figyelni szoktam, hogy hol lehetne beszúrni is. Igazából amíg mögött utózok, addig csak megpróbálom kiismerni az előttem lévőt, majd aztán később teregetni a paklikat is. Értem. Aztán beszúrni az autót. Na nézzük Fica Feri, hogy mit csinál, mert ő viszont most beszúrta a Porsche-t belső éven, Molnár Bendegúz mellé, és miután ez egy hosszú nyújtott jobbos végig, ezt Fica Feri nagyon ügyesen csinálta, belső évre helyezkedve, és átvette a vezetést Molnár Bendegúztól, Bucsi Attila pedig egyelőre nem tudja tartani a tempót Fica Ferivel és Molnár Bendegúzzal. Na, hát akkor ott tartunk, hogy a 9. körben átvette a vezetést Fica Feri. Lehet, hogy ő most látta az idejét annak, hogy az érre álljon, mert most már nincs sok hátra a futamból. Ő úgy gondolt, hogy most döntésre viszi a dolgot kettőjük párharcában, és egyelőre Fica Feri vezet a Porsche-val, Molnár Bendegúz viszont próbál ragadni rá. Na, nézzük az előzés pillanatát még egyszer. Nagyon okosan belső ívre emelkedik a pálya, hosszú nyújtott jobbos következik itt. Ezt Fica Feri nagyon ügyesen kalkulálta előre, hogyha belső ívre helyezkedik, akkor övé lesz az előnyösebb pozíció, úgyhogy a Porsche-val Fica Feri az érre áll. Bendegúz azonban nem szakad le róla. Nagyon érdekes lesz itt közöttük az utolsó kör, és miközben egymással vannak elfoglalva, talán ebből Bucsi Attila is tud egy pici előnyt szerezni, visszazárkozni a Ferrarival, miközben Fekete Dominik jön fel a 8. helyre, a BMW-vel Varga Rihárddal vív óriási csatát, vagy vívott, nem, itt egy visszajátszást láthatunk Dominiktól, ahogy nagyon sokat küzdik Dominik a BMW-vel, lehet, hogy ezek a hátsó gumik vagy elfogytak, vagy valami problémája lehet, mert nagyon sokszor látjuk Dominikot keresztbálni. Úristen, mi történik itt, egy jó ég! Ez pedig Gelencsér Dávid, atyavilág! Hát azt a Porsche-t, ha valós körülmények között lennénk, nagyon csúnyán összetörte volna. Ez egy nagyon kemény forgás volt. Itt megzavarta szerintem, hogy előtte keresztbe áll Dominik, elmegy mellette, utána jön Varga Rihárd a másik Porsche-val, beszitál Dávid alatt a Porsche, kap egy ütést Dominiktól, Varga Rihárdtól, és utána jön a forgás be a gumifalba, vissza a pályára. Hát ez nagyon csúnya baleset lett volna élő körülmények között. Hát itt röpködtek volna az euró 100 000-ek, az biztos. ez a Porsche, ez kuka, hogyha élő körülmények között vagyunk. Na nézzük akkor, hogy mi történik az élen, mert hogy Fica Feri, ez hihetetlen. Nézd oda, mit csinál Fica Feri, ellépett Bendegúz elő, és ahogy átvette a vezetést, valami brutális gyors kört rak össze Fica Feri itt az utolsó körben, és lerázta magáról Molnár Bendegúzt. Elképesztő Fica Feri egyébként, hogy megy ezzel a szimulátorral egészen addig, amíg nem hibázik. Hoppá, ott volt egy hiba, és Molnár Bendegúz így visszaáll az érre. Már éppen dicsértem Fica Ferit, hogy milyen jól megy, amikor egyszer csak hibázott egy pillanatra, és ezt Molnár Bendegúz azonnal kihasználta. Na, ebből így brutál csata lesz, mert hogy Bucsi Attila is visszazárkózott rájuk. Hármójuk között fog megint eldőlni a futam győzelem. Molnár Bendegúz vezet, jön mögötte Fica Feri, és Bucsi Attila biztos, hogy próbálkozni fog még. Hú, ott az a hiba, de sokba került Fica Ferinek a Porsche-val. Picit elsokalta azt a féktávot. Külső ívre került, lekerült az ideális ívről, össze kellett szedni a Porsche-t, és ezt kegyetlenül kihasználta Molnár Bendegúz. Itt jönnek a végén, Fica Feri még bebújik, és a végén! Hát ez hihetetlen! A végén mégis csak Fica Ferié a győzelem szélárnyékból! Nem tudta levédeni Molnár Bendegúz Fica Feri támadását. Lengyel Ádám jön be a 4. helyre, Bucsi Attila lett a 3. Mi történt itt a végén, te jó ég? Tűzijáték volt. Atyavilág! László Attila jön még be, nincsenek még bent a célban. Iszta mindenit, hogy csinált ez Fica Feri. Na, ezt érdemes lesz visszanézni. Itt jönnek a végén. Itt nagyon úgy tűnt nekem már, hogy ez elment Fica Ferinek ez a győzelem. És itt, szélárnyékból, nem is egészen szélárnyékból, hogy jött ekkora tempóval a Porsche-val? Nem tudom, mi történt Bendegúzzal. Kifogyott volna benzin? Mert nagyon nagy tempókülönbség volt hirtelen. Igen, és úgy volt tempókülönbség a végén, hogy nem tudott szélárnyékozni igazából Fica Feri, tehát még azt sem láttam, hogy olyan nagyon bent lett volna Bendegúz szélárnyékában. Ennek ellenére a végén hatalmas volt a tempókülönbség. El tudod képzelni, hogy az üzemanyag elfogyott a végére? Más nem tudnék elképzelni így hirtelen. Molnár Bendegúz kapott egy 5 másodperces büntetést, ahogy jól látom itt. De miért? Varga Rihárd is. Itt a győztes, Fica Feri. Duplázott, Fica Feri.
nem kapott Bendegúz büntetést, csak Varga Richard. Hát Fica Feri megnyeri a második futamot is, de ezt ahogy megnyerte, én megmondom őszintén, ez döbbenetes volt itt a végén. Persze, ha Molnár Bendegúznak üzemanyag gondjai lettek volna, akkor simán elment volna mellette Pucsi Attila is. Mert nagyon szoros volt ott hármajuk között a párharc. Nem is értem, hogy ekkora, hogy tudott ekkora tempót rávinni a célegyenesre Fica Feri. Lehet, hogy volt ott egy trükk, hogy jobban külsőívről kezdte meg az utolsó gyors balost. Molnár Bendegúz meg próbálta a belső évet védeni, és akkor a tempót összetudott szedni a kigyorsításba, hogy ennyivel gyorsabban ment a cél. Hát nem tudom, azt tudom, hogy a Supra gyorsabb egyenesbe, de 1 km per órával, ez pedig nagyobb különbség volt a kettőjük között. Én tényleg csak erre tudnék tippelni, hogy a végén kifogyott a benzin, és nem jól kalkulált. Na hát tartunk egy pici szünetet. Ez brutális volt ez a verseny itt a GT kategóriában. Fica Feri megszerezte második győzelmét, ugyanaz volt egyébként a végeredmény, mint az első verseny hétvégén, a Fuji versenypályán, pontosan ugyanaz. Fica Feri, Molnár Bendegúz és Bucsi Attila, tehát az első három sorrendje, de hát ez a befutó, ez azt hiszem, erről még fogunk beszélni, és majd nagyon kíváncsi vagyok, hogyha utólag nyilatkoznak a versenyzők, hogy mit mond Molnár Bendegúz és mit mond Fica Feri, mert itt már arra nem lehetett számolni, hogy a végén tud előzni, mégis valami csoda folytán valahogy el tudott menni Molnár Bendegúz mellett, és megnyerte tehát ezt a versenyt a Lago Maggiore versenypályán. Egy pici szünet, és aztán jövünk vissza a formaautósok időmérő edzésével.
És akkor folytatjuk a közvetítést itt a Racing Online Hungary YouTube csatornáján. A Formula Autók kategóriája következik hamarosan, viszont pályát váltunk, a helyszín most már Ausztria, a Red Bull Ring, és itt a Red Bull Ring, és itt lesz majd a Formula Autósok idei második versenye. Ugye 10 perces kvalifikáció előzi meg természetesen a versenyt, hogy kialakuljon a végső rajtsorrend. A Forma autósok az első verseny hétvégén Barcelonában mentek, és Rónai Tamás hatalmas fölénnyel nyerte a futamot Kovács Ádám és Bors Bertold előtt, aztán Turák László, Lengyel Martin, Heffler Robert, Lovas Alex, Szomszéd Lajos, Fekete Krisztián, Makai Gyuri, Valentin Balázs és Mikl Oliver volt a sorrend, bár igaz, hogy Mikl Olivernek nem volt miért ideje a végén, mert gondjai voltak, és a mai hétvégén nincs is itt velünk. Itt van velünk viszont az a Valentin Balázs, aki ugyancsak a 11. helyen végzett, de hát ennek különböző okai is voltak, mindjárt ő maga elmondja nekünk, hogy mi volt a problémája Barcelonában, hiszen ő azért nagyobb reményekkel vágott neki ennek a szimulátor bajnokságnak, ő is 2019 őszétől csatlakozott a Race Online Hungary csapatához, és azért van már kellő rutinja ebben a szimulátorban, úgyhogy szeretném Balázst megszólítani, hogyha hall engem. Szia Balázs! Szia, hallok benneteket, és ismét üdvözlöm a kedves nézőket! No Balázs, kicsit beszélgessünk rólad. Egyrészt, hogy mielőtt belevágunk, azért azt tudni kell, hogy ez egy nagyon erős mezőny. Én néztem itt a Forma Autósok mezőnyét, és tényleg, hogyha azt nézzük, hogy kinek milyen versenyzői pályafutása van eddig a Forma Autósok között, hát azért itt komoly autókkal mentek itt már többen is, mint például te is, többszörös Forma Renault bajnok vagy, és az elmúlt két évben pedig Endurance bajnokságban indultál a Yannick Motorsport színeiben, és a Közép-Európai Zona kupában nyertetek is egy LMP3-as autóval, szóval neked is nagyon komoly versenyzési múltad van már a valós versenypályákon, de már szimulátorozni is elkezdtél 2009 őszétől. Mi volt a probléma Barcelonában, ami miatt gondolom saját magad számára egy picit csalódást keltő végeredménnyel zártad a futamot? Na, én most nem hallom Balázst. Vagy most hallotok? Most igen, most meg vagyok. Szóval egy véletlen hiba történt, ugyanis a szabálykírásban ki volt írva, hogy ugye van külön egy boost, illetve van külön az overtaking system, ami ugye úgy működik, mint a KERS, és én azt gondoltam, hogy ugye az overtaking system az maga a boost, és ugye a kiírásban az volt, hogy a boostot használni, és ebből adódóan én nem is állítottam be a kormányon ezt, úgyhogy hát én nagy meglepetéssel vettem észre azt, hogy a többiek időmérőn is, illetve versenyen is használják ezt a KERS-t, és akkor szembesültem ezzel, hogy én néztem el ezt a szabályt, és lehet valójában használni. Hát akkor jó nagy hibába raktad magadat ezzel. Abszolút, abszolút, úgyhogy én erre azt is mondtam, hogy gyakorlatilag sikerült saját magamat verni, hiszen ez abszolút egy olyan hiba volt, amiről én tehetek. Na hát akkor én elengedlek, mert kezdődik az időmérő edzés, aztán meglátjuk, hogy sikerült felkészülned erre a verseny hétvégére a Red Bullig, de gondolom azért itt már jobban fognak menni a dolgok. Bízom benne, köszönöm szépen. Na akkor drukkolunk neked is Balázs, és akkor nézzük a időmérő edzést. A helyszín tehát a Red Bull Ring, és akkor meglátjuk, hogy rázódik össze a mezőny. Hát Rónai Tommy produkciója az egészen elképesztő volt. Ő azért, hogyha az egész mezőnyt nézzük, a valós versenyzést tekintve is a legkomolyabb versenyzői múlttal rendelkezik a jelenlegi mezőnyből. Rónai Tommy, aki már visszavonult egyébként az aktív versenyzéstől, és jelenleg a Gender Racing Team színeiben, hát mentorálja a fiatal formaautós versenyzőket, akik a csapathoz kerülnek, de hát Rónai Tomi is sokszoros magyar bajnok, és jelenleg egyébként amellett, hogy a Gender Racing Teamnél mentorálja a fiatalokat, amellett az ELTE állam és jogtudományi karán tanul jogot. Én azt gondolom, hogy ő már a versenypályákat úgy valójában profi versenyzőként elhagyta, de nyilván azért teljesen nem szállt ki a dologból. Nem tudom, hogy láttad-e Zsolt, Rónai Tomi egészen elképesztően belőnybe autózott az első verseny hétvégén Barcelonában, olyan pontosan ment a szimulátorral, hogy azt szerintem még egy szimulátor versenyző is, aki profin foglalkozik ezzel, arra is az is azt mondja erre, hogy ez lehet, hogy komoly szimulátor bajnokságban is megállna a helyét Rónai Tomi. Hát igazából azt mondanám neki, hogy foglalkozzon vele sűrűbben. Igen. Hát ez a verseny végére elkeautózott.
Szerencsére, hogy hát igazán kiválóan ment végig és hiba nélkül. Nagyon durván precízen ment egyébként. Ő 2014-ben és 2015-ben Forma Renault magyar bajnok volt, és 2016-ban közép-európai zónakupát és osztrák bajnoki címet is nyert Forma Renault-ban. Tehát ő nagyon, nagyon komoly formautós múlttal rendelkezik. Sajnos ő is ugye a Forma Renault szintjén nyilván azért rekedt meg, mert nem onnan tovább lépni az már nagyon sokba kerül, és az keveseknek adatik meg, hogy olyan anyagi bázist összerakjanak. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban formautós kategóriában nagyon nem is volt olyan versenyző, aki összetudta volna arra rakni a költségvetést, hogy Forma Renault szintről tovább lépjen, hiszen az már egy nagyon drága játék onnan belépni a Forma 3-as nemzetközi bajnokságba. Úgyhogy sajnos Ronai Tomi is megállt a Forma Renault szintjén. De itt a szimulátorban nagyon-nagyon szépen megy. Meglátjuk majd, hogy itt mit tud a Red Bull ringen. Turák Lászlót láthatjuk közben gyors körön. És közben, miközben nézzük az időmérő edzést, hagyj hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy ezen a hétvégén is van nyereményjátékunk, csak úgy, mint az első verseny hétvégén. Ezúttal a Mogul Racing Team felajánlásával lehet 3 darab VIP jegyet, VIP karkötőt és nyakpántot nyerni. Elmondom, hogy mik a játék feltételei. Először is lájkolni kell a SimRace to Real Facebook oldalát. Hogyha ez megvan, akkor jelezni kell a részvételt az oldalon meghirdetett eseményen, tehát rá kell nyomni az ott leszek gombra. És hogyha ez is megvan, akkor a PC Guru Facebook oldalán és a Racing Online Hungary YouTube csatornáján hozzászólásban le kell írni, hogy melyik mogul pilótának szurkoltok. Ugye a Mogul Racingnek több versenyzője is indul itt a Formula Auto kategóriában. Le kell írni, hogy melyik pilótának szurkoltok, és a verseny 10. köréig, majd a verseny hamarosan jön az időmérő edzést követően, a verseny 10. köréig meg kell, hogy jósoljátok, hogy melyik mogul Racing Team versenyző fog a legjobb helyen végezni. Úgyhogy 3 lépcsőben kell tehát játszani, amit most elmondtam. VIP jegyek pedig egy valós verseny hétvégén lesznek majd felhasználhatóak augusztus 15-e után. A jegyek egyébként a belépő mellett tartalmaznak egy box látogatást is a Mogul Racing Team csapatánál, valamint részvételt a rajtceremónián, a rajtrácson felálló versenyautók között. Hát azt hiszem, az nagy élmény, amikor be lehet menni a rajtrácsra a versenyautók közé, és a rajtceremónián ott lehet sétálgatni a rajtrácson, úgyhogy elég jó kis nyeremények vannak, amit felajánlottak a Mogul Racing Team részéről. Én azt gondolom, hogy érdemes tehát játszani, úgyhogy figyeljétek itt az időmérő edzést és a futamot. Nagyon fontos, hogy a futam 10. köréig kell megjósolnotok azt, hogy melyik Mogul Racing Team pilóta fog a legelőkelőbb helyen végezni. Annyit azért elállok pici segítségként, ugye Mogul Racing színeibe megy Bors Bertolt, Kovács Ádám, Turák László, akit az imént láthattunk egy pillanatra, úgyhogy hármajuk között kell majd kitaláljátok, vagy megtippelnetek, hogy ki lehet majd az, aki a legelőkelőbb helyen végez tamon. Úgyhogy érdemes velünk játszani, még egyszer, tehát SimRace to Real Facebook oldal lájkolás, utána meg kell nyomni a meghirdetett eseményen az ott leszek gombot, ami meg van hirdetve az oldalon, és utána a PC Guru Facebook oldalán, illetve a Racing Online Hungary YouTube csatornáján kell megtippelnetek azt, hogy Mogul Racing Team versenyzői közül ki lesz a legelőkelőbb, vagy ki fog a legelőbb helyen célba érni. Úgyhogy játszatok, mert 3 darab VIP jegyet lehet nyerni augusztus 15-e után valamelyik gyorsasági OB futamra, feltételezésem szerint ez a Hungaroring lesz, hogy érdemes, mert nagyon értékes. Szerintem ez a nyeremény annak, aki még nem volt esetleg élőben autóversenyen. És akkor nézzük, hogy hogyan alakul az időmérőedzés itt menet közben, hiszen itt azért szépen lassan körözgetnek a srácok a pályán. Egyelőre, nem nagy meglepetésre, Rónai Tomi a legjobb idő, viszont Volentér Balázs már ott van a második helyen. Balázsal, akivel az imént beszélgettünk, én azt gondolom, hogy ez a verseny hétvége már biztatóbb lesz a számára, hiszen a valós versenypályákon ő is nagyon komoly eredményeket ért el Forma Renault-val, neki sem sikerült aztán onnan tovább lépni a Forma autóval, viszont ő az Endurance versenyzés felé vette az irányt, és ott ért el nagyon komoly sikereket.
Ő a második jelen pillanatban, a harmadik helyen Szomszéd Lali, aztán Lengyel Martin, Kovács Ádám, Heffler Robert. Többiek, 11 versenyző van ezen a hétvégén itt a mezőnyben, itt van Rónai Tomi. Nézzük, hogy mit csinál. Egyelőre 1.11.558-al övé a legjobb idő, 5 tized, több mint 5 tized másodperccel veri Volentér Balást. Rónai Tamás ugye a Gender Racing színeiben, Gender Racing Team színeiben, Volentér Balázs pedig a Racing Online Hungary csapat színeiben versenyez. Na nézzük, Tomit, hogy tud-e valamit még húzni ezen az 1.11.558-as időn. Egyelőre jön a pálya hátsó részén, ott ez még egy bemelegítő felvezetőkör, egy picit úgy gumi melegítésnek tűnt a dolog, igen, ez még a felvezető köre, most fordul rá a gyors körére, és akkor meglátjuk, hogy lehet-e még faragni valamit az 1.11.558-ból. Itt a célegyenes, és akkor indul a gyors kör. Rónai Tomi belső kamerás felvételét láthatjuk, de keményen kívülről kezdi ezt az első kanyart. Ez közben Volentér Balázs autója, amire átugrottunk. Balázs is jön a második helyen. Bors Bertold jelen pillanatban a hetedik. Mogul Racing Teames autóval, hát majd ezt könnyen megismeritek, ezt a kék, szürke versenyautót, ezek a Mogul Racinges autók. Rónai Tomi pedig továbbra is a gyors körén. Meglátjuk, majd két perc van még hátra az időmérő edzésből, meglátjuk, hogy Rónai Tomi tud-e majd valamit még faragni ebből az 1.11.558-as időből, idővel, amit jelen pillanatban, időből, amivel jelen pillanatban vezeti a formulautós kategóriát. Hagyj kérdezelek meg közben, Zsolt, hogy te mentél-e formautóval, és hogyha igen, akkor mennyiben más formautóval menni, mint GT autóval? Mármint szimulátorban. Ahogy élőben is, teljesen más. Sok nagyobb a tapadás, és igazából a pályát is más. Rázóköveket sokkal, főleg például az első kanyar belső így található nagy rázóköveket, mert nagyon könnyen megdobja az autót, és meg lehet pörülni. Meg lehet pörülni nagyon könnyen. Igen, ez érdekes, hogy ezt egyébként a szimulátor is tökéletesen visszaadja, hogy kell autózni formaautóval, vagy mennyivel másképp kell autózni formaautóval, de hát miután ebben a mezőnyben túlnyomórészt csak formaautós pilóták vannak, én azt gondolom, hogy az ő számukra ez egyáltalán nem lesz probléma. Itt van Volentér Balázs, közben még mindig Rónai Tamási a legjobb idő, hamarosan letelik a kvalifikáció ideje, de még mindig Rónai Tamás vezet 1.11.558-as idővel. Most Volentér Balázs körét láthatjuk, na nézzük, hogy Balázs tud-e valamit húzni, hiszen 545.000 másodperces a hátránya jelen pillanatban Rónai Tamással szemben. Itt jön a emelkedő ugye a Red Bull Ringi pályán, ez a kettes kanyar viszonylag szépen megvolt Balázsnak, aztán itt elkezd lejteni a pálya, jön a középső szektor. Ez élőben is egyébként egy nagyon kedvelt versenyhelyszíne a Forma 1-nek. Nézzük, hogy Balázs hogy lőtte be a Red Bull Ringi pályát. Egyelőre a futóra, mindjárt a középső szektorban érkezik Balázs, és akkor láthatjuk, hogy mi a hátránya. Mekkora a hátránya Rónai Tomival szemben. 87.000 másodperc csak. Na ez egy erősebb kör Volentér Balázstól. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Lehet, hogy ha nem is tudja megelőzni Rónai Tomit, de megszorongatni biztos, hogy meg fogja tudni. Itt a célegyenes ráfordító, ez is jó, innen padló, és akkor nézzük, hogy mi az ideje. Hoppá, 171 ezred másodperccel, 1.11.932. Csak a saját idejéhez képest. Igen, tudod. Igen, az idejéhez képest javított, és ezzel faragott a hátrányából, 263 ezred másodpercre megközelítette Rónai Tamás. Na, hát ez egy egész komoly kör volt, nem? Szép. Igen, szép volt. A második kanyart sikerült egy elfékeznie, de összességében. Igen, ott volt talán egy pici hiba abban a második kanyarban valóban, az emelkedőnél ott kicsit korrigálnia kellett. Ennek ellenére ez egy nagyon jó kis kör volt, és ezzel közelebb került Rónai Tamáshoz, és ez arra legalább jó lesz, hogyha látjuk így a szoros időkülönbségeket, akkor azért várható, hogy Rónai Tomi és Volentér Balázs között majd egy szoros küzdelem lesz. Na itt le is intik az időmérő edzést ebben a pillanatban. És akkor még talán akik gyorskörön vannak, befejezhetik a gyorskörüket. De nem sok érkező versenyzőt látok. Rónai, ami már levezető köröm.
mindenki szépen befejezi, igen, itt a végeredmény. Tehát Borg Bertold lett a harmadik, ő neki már 6-10 másodperces volt a hátránya. Igen, egy pici hátránya, több mint 6-10 hátránya volt már Borg Bertoldnak. No, hát amíg a versenyzők jönnek ki a pályára és elkezdjük majd a futamot, nem tudom, hogy Balázs hallasz engem. Igen, itt vagyok. Na, beszélgessünk egy kicsit az időmérő edzésről, mert hát ez már sokkal jobban sikerült, mint a barcelonai időmérőd. Nagyon szépen megközelítetted Rónai Tomit. Hol, milyen volt a gyors köröd? Mi azt láttuk itt Zsolttal, hogy a második kanyart rontottad egy picit el, talán ott volt egy hiba. De összességében hogy érezted, milyen volt az időmérő edzés? Sokkal jobban éreztem, mint a barcelonai teszepályát, mert sokkal jobban is szeretem egyébként, mint a spanyol aszfaltcsíkot. Sajnos igen, ahogy ti is láttátok, ugye a kettes kanyarból volt egy kisebb hibám, egy elfékezésem, illetve utána a hármas, az utolsó előtti kanyarba is még benne hagytam egy-két századot, úgyhogy nem volt ez egy 100%-os kör, de egy rossz körnek sem mondanám. Mi a taktika a versenyre? Mert azt láttuk Barcelonában, hogy Rónai Tomi miután eljött az éről, annyira pontosan és precízen ment ezzel a szimulátorral, hogy gyakorlatilag nagyon gyorsan otthagyta a mezőnyt és végig egyedül autózott. Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy tud tartani az ő tempóját? Mindenképpen az, hogy konstans tempót tudjuk futni, az egy elengedhetetlen kulcskérdés lesz ehhez. Úgyhogy nyilván azon leszek majd, hogy ott maradjak mögötte, és próbáljak végig nyomást gyakorolni rá, de fontos az is, hogy próbáljuk meg szerintem nem hátráltatni egymást, nem lassítani egymást, hogy egyébként a többiektől, illetve a mezőny nagy részétől el tudjunk lépni. Itt hol érzed egyébként, nyilván a valósághoz képest, te mentél itt a Red Bull Ringen, ugye? Igazi versenyautóval is. Igen, formautóval is, és LMP3-assal is. Na, tessék, formautó, a Forma Renault sztál, ugye? Azt mondtad, hogy 2015-ben neked itt volt, több Forma Renault-os versenyed is volt, de talán a 2015-ös sikerült a legjobban. Igen, a 2015-ös volt ugye az első éven formautóba, Forma Renault-val, és rögtön a Red Bull Ring volt a második futam abban az évben, és nagyon izgalmasra sikeredett, hiszen egy hatalmas egyesőzés volt ott, és egy nagyon nagy mezőnyünk is volt, több mint 24 autóval, hogyha jól emlékszem. De nagyon jól sikerült ez egyébként végül, azt kell, hogy mondjam. De hát te többször mentél, ugye együtt mentél Rónai Tamással is évekig a Forma Renault-ban. Azt is mondtad nekem még itt a verseny előtt, hogy Mick Schumacher is ott volt például azon a bizonyos 2015-ös Red Bull Ringi verseny hétvégén. Igen, ugye 2015-ben egy összevont versenyünk volt a FIA Közép-Európa zóna verseny keretein belül, ahol ugye indultak Forma 3-osok, Forma 4-esek is, ugye ami Forma a Renault-ink mellett. És ugye az volt az az év, amikor Mick Schumacher debütált Forma 4-be, és az ő csapatuk eljött oda egy ilyen tesztversenyre, úgyhogy nem csak ő volt ott, hanem ugye az akkori csapattársa, a Harrison Newey is, aki ugye Adrian Newey fia. Ó, hát milyen jó ugye ezeket a neveket nézni és látni. Hogy mentek egyébként? Jól mentek, ketten nagyon ügyesek voltak. Hogyha jól emlékszem, akkor Harrison az ötödik helyet szerezte talán meg az időmérőn, Mick pedig a kilencedik lett. Úgyhogy ügyesek voltak mind a ketten. Akkor a Tomival egyébként nekünk is sikerült úgy beférkőzünk kettőjük közé. Én a 11. lettem, ha jól emlékszem, ő pedig valahogy a 7. talán. Na hát ez így nagyon izgalmas, mert akkor neked Rónai Tomival a valóságban is volt már egy összecsapásod Forma Renault-ban ezen a versenypályán. Akkor egy picit Rónai Tomi volt, akkor ezek szerint nálad a gyorsabb a futamon is, meg az időmérőn is? Jobb volt nálad mindig? Igen, abban az évben ő ugye már a második évét töltötte, és bajnoki címvédőként vágott neki annak a szezonnak. Én pedig hát ugye úgymond zöldfülűként, meg abszolút újoncként indultam abban az évben, úgyhogy nekem az még egy tanuló év volt, neki pedig az volt ezzel a Forma Renault-val ugye a leköszönő éve, és a következő évtől fogva már egy erősebb Forma Renault-val versenyzett, ugye egy aktuális specifikációi autóval, amivel ugye akkor is már a Mercedes by Renault-ba mentek, de ettől függetlenül is olykor-olykor azért összecsaptunk, és voltak jó versenyeink. Nem emlékszem már így visszamenve az időbe, de volt valaki, aki a World Series, ugye a World Series by Renault sokszor jött Magyarországra a Hungaroringre, és ott láthattuk, hogy a három is felesek mellett vagy előtt mindig ment a két literesek versenye. Volt, aki kapott valaha szabad kártyát arra a futtamra a magyarok közül? Te vagy a Rónai Tomi? Nem emlékszem, megmondom ezt. Kettőnk közül egyikünk se, de még előttünk 2008-ban, hogyha jól emlékszem, akkor még Kispál Tamás, neki volt lehetősége indulni a World Series by Renault-ban.
Igen, valóban Kispátomi ment. Hát jó lett volna titeket is azért látni legalább egyszer abban a mezőnyben. Én mondtam azt itt most a közvetítés alatt, nem tudom, hogy mennyire, hogyha visszapörgetjük egy picit az idő kerekét, hogy ugye ami a gond, forma Renault szintig elmenni az már egy nagyon szép dolog, én azt gondolom forma autósként, viszont onnan a tovább lépés nehéz, gondolom azért, mert a következő lépcsőfokhoz már nagyon sok pénz kell. Igen, hát a szűk keresztmetszet az mindig ilyenkor ugye a büdzsé, hogy ugye milyen összeggel rendelkezik egy pilóta, és hát ugye közép-európai tekintetben, itt ugye ahol mi vagyunk, ez egy elég nehéz szituáció. A nyugat-európai pilóták jóval könnyebb helyzetben vannak, hiszen mind ugye a multi cégek szívesebben állnak be a versenyzőik mögé, mint pedig ugye alapból is anyagilag azért jobban állnak, mint mi. Én most már azt olvastam, hogy te miután most már endurance versenyeken indulsz második éve, illetve mondjuk, hogyha elkezdődik majd az idei esztendő, akkor reményeink szerint harmadik éve. Most már lemondtál a formautózásról, és inkább a Le Mans-i 24 órás versenyt vetted célba, hogy ott szeretnél egyszer rajtozni. Igen, maga a hosszú távú versenyzés, főként ugye ezekkel a prototípus autókkal mindig is nagy vágyálmam volt egyébként a formautózás mellett, és mindig ki szerettem volna próbálni, úgyhogy örülök, hogy adódott egy ilyen lehetőség. Annak annyira nem örülök, hogy a formautót magam mögött kellett hagyjam, hiszen azért titkon továbbra is a formautó az én szívem csücske, és nagyon szívesen visszamennék oda, hogyha lenne rá lehetőségem, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy inkább ez a hosszú távú versenyzés az, amerre mi tudunk menni, és hát igen, itt is, mint mindenhol megvan a fő célom, hogy ez nem más, mint a király kategória, Le Mans-i 24 órás verseny, úgyhogy igyekszem, hogy majd minél hamarabb eljussak odáig. És láttunk majd téged azért föl tűnni még a gyorsasági jobbi futamokon is, vagy az már a múlt? Tekintve, hogy sokszor van ugye közös hétvégénk a Közép-Európa Zónakupával és a Magyar Autós Gyorsasági Bajnoksággal, így igen, valószínű, hogy ebből a szempontból is még láthattok engem így a pályán a Magyar Autós Gyorsasági Bajnoksággal, illetve azért most már lehet azt mondani, hogy ez egy kisebb fajta tradíció, hiszen két éve én vagyok a hivatalos safety car pilótája a Magyar Autós Gyorsasági Bajnokságnak a szezonzáró fordulókon. Igen, hát Balázs, a safety car pilóta, hogyha nézem, az mindig ugye azt azért egy autóversenyzőnek szokták odaadni, de azt gondolom, ahhoz még egy picit fiatal vagy, hogy safety car pilótaként keressünk téged a pályán, tehát azt gondolom, hogy a rajongóid még inkább versenyezni szeretnének látni, mint a safety carban. Igen, hát nekem is elsősorban inkább az a célom, hogy egy versenyautóval körözzek, mint sem ugye a sárga villogós autóval, de természetesen ennek a felkérésnek is nagyon szívesen teszek eleget, hiszen ebből is amúgy rengeteg mindent tudok tanulni. De azért nyugtass meg, hogy a 2020-as éved, ugye ez most borzasztó nehéz minden versenyzőnek, aki várakozik arra, hogy elinduljon a 2020-as szezon. Neked hogy áll, milyen lehetőségeid lettek volna, vagy hogyha elindul majd a szezon, akkor milyen lehetőségeid vannak 2020-ra? Maradsz a Janik Motorsportnál, és továbbra is Václav Janikkal együtt mentek endurance versenyeken, vagy vannak egyéb lehetőségeid is? Nézelődünk folyamatosan, jelen pillanatban a fix az ugye a Cseh Janik Motorsport, hogy maradunk itt velük ugye a Közép-Európa Zóna bajnokságba, illetve esetlegesen egy-két futamba az Ultimate Cup Series-re, ami egy nagyobb Európa bajnok szintű sorozat, endurance sorozat, hogy oda majd egy-két versenyre kinézünk, mint ahogy tettük azt tavaly is egyébként, amikor a szlovákiai ringi 6 órás versenyen részt vettünk, de emellett azért kapcsolatba állok más csapatokkal is, ennek is köszönhető az, hogy egyébként az első versenyem, amit töröltek, az egyébként jóval korábbra tendálható ebbe az évbe, mint a nagy átlagba, és az első között voltam, akiknek egyébként törölték már egy versenyt, hiszen egy februári malajziai futamot én már sajnos emiatt a koronavírus járvány miatt elvesztettem. Hát ez gondolom, hogy nagy szívfájdalom, ezt ne is mond. Na de hát azért bízunk benne, hogy ebből lesz még szezon neked is, és azért kijutsz majd nagyobb versenyekre is a Janik Motorsporttal. Beszéljünk egy picit a mezőnyről, nem tudom mennyire figyeled azért a magyar autósportot. Kíváncsi lennék arra, hogy ugye a magyar formaautózásban, én azt gondolom a gyorsasági szakákban, hogyha elsősorban ugye a Mogul Racing Team meg a Gender Racing Team, amely csapatoknak a legtöbb formaautója van, de például itt van Lovas Alex is, aki a Magyar Racing Teamnél megy, és tehát van jó néhány jó formulautós alakulat, és sok fiatal azért felfeltűnik, akiket a gokartozásból felemelnek a formautós kategóriába, vagy lehetőséget kapnak arra, hogy valamelyik csapatnál menjenek. Mit látsz te most a mostani mezőnyben, akár azok közül, akik itt vannak most a szimulátor bajnokságban velünk, de akik csak a versenypályára mennek majd ki, hogyha elindul a szezon, hogy lehetnek még tehetségek ebben a formautós szakákban a jövőben?
Kérdezem ezt persze, úgyhogy tudom, hogy te sem vagy még idős. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Azt gondolom, hogy a gokartos srácokra mindenképpen oda kell majd figyelni, hiszen nagyon fiatalok, még előttük áll ez az egész pályafutás, és nagyon sok tettek már lennek ellenére most az asztalra, és rendkívül nagy potenciál van bennük. Ugye akik jelenleg is most formautóznak a tavalyi évben, vagy a korábbi egy-két évben, ugye Heffler, Robi, Turák László, Lengyel Martin, vagy ugye Szomszéd Lali, ugye ők azok, akik a tavalyi évben például versenyeztek, ők is folyamatosan egyébként azt gondolom, hogy egy szép eredményeket hoznak, de mindenképp szerintem azért már nekik is oda kell figyelni az új generációra, hiszen érkeznek is, itt vannak már a nyakukon. Igen, a gokartos szakág az nyilván mindig a formautózás előiskolája, bár már tegyük hozzá gyorsan, te is gokartoztál nagyon sokat, hogy annak is van már egy elég komoly költségvetése, tehát hogyha valaki úgy szeretne gokartozni, hogy nemzetközi versenyekre is ki akar menni, hiszen kénytelen vagy kimenni, mert ott van a komoly mezőny, akkor azért már az sem kevés pénz. Tehát nem tudom most hány magyar gokartos tart ott, hogy komoly nemzetközi sorozatban is tud versenyezni, nem csak a magyar bajnokságban. Igen, hát sajnos, ahogy te is mondtad, a gokartnak is, hogyha már profi szinten űzi valaki, akkor annak is elég komoly költségei vannak, és nem sokan vannak, akiknek ez megadatik a magyar versenyzők közül. Szerencsére azért van belülük jó néhány, és akik el is jutnak odáig, ők elég szép eredményeket is érnek el. Na hát meglátjuk majd, hogy lesz, ki tud a nyomdokaitokba lépni, mondom még egyszer úgy, hogy nem leírva azt is, hogy hát ha egyszer még te is kapsz lehetőséget formautózni, vagy valahogy kirajzolódik valami lehetőség, de az biztos, hogy a formautós szakág az azért mindig szűkebb egy picit nyilván értelemszerűen, mint a túrautós szakág, hiszen drágább, egész egyszerűen sokkal drágább formautózni, mint túrautózni, ez a nagy helyzet. Na, hát hamarosan el fogjuk kezdeni reményénk szerint a versenyt, hogyha helyreállnak a dolgok. Zsolt, várjuk ezt a Red Bull Ringet. Mondtad, hogy a szimulátor tökéletesen visszaadja azt, amit a valóság is, hogy teljesen másképp kell menni formaautóval, mint Gran Turismo autóval. Gondolom, te a Red Bull Ringen az elég sokat mentél. Igen, elég sokat mentem, és az egyik kedvenc pályán közé tartozik. És egyébként láthatjuk is, amint elrajtolnak, és nagyon szépen eljönnek. Rónai Tamás úgy érzem, meg fogja tartani az első helyet. Igen, és Polentér szépen, nagyon jól jött el a verseny, nagyon nagyobb kaotikus helyzet nem alakult ki. Már látható is, hogy nyomják neki a boostot, a kerst, hogy próbál rajta maradni Rónai Tamáson. Hát Volentér Balázsnak ez az egyetlen esély van, nagyon szépen eljöttek egyébként a rajtól, Rónai Tamás és Volentér Balázs. Ugye mondtad ezt a boost gombot, amit egy megadott időszakig használhattok úgy beosztva, ahogy azt ti akarjátok. Meglátjuk majd, hogy gazdálkodik ezzel Volentér Balázs, ugye neki ez volt a problémája az első versenyen Barcelonában, hogy ezt nem tudta használni. Minden esetre egyelőre nézzük azt, hogy az élmezőnyben nagyon szépen eljött Rónai Tomi és Volentér Balázs, itt természetesen ment a lögdösődés a kettes kanyarban Turák László, oppá! Volt egy forgás, Turák László forgott meg a Mogul Racing Team-es autóval, de aztán gyorsan egyenesbe tudta rakni, és jött tovább, elő pedig már elszakad Rónai Tamás, és Volentér Balázs tényleg, amit mondott is, a Csabiről beszéltünk, próbál ráakaszkodni, és próbál vele eljönni. Szomszéd Lali a harmadik helyen, és Bors Bertolt pedig a negyedik helyen jönnek egyelőre. Itt eléggé egyben van a mezőny. Bors Bertolt mögött még jön Kovács Ádám és Lengyel Martin is. Ők itt négyen szépen egyben. Szomszéd Lali egy picit elszakadt talán tőlük, bár itt elsokalta rögtön az első kanyart Szomszéd Lali, úgyhogy rá is esik rögtön Bors Bertold és Kovács Ádám is. Na, ebből itt azért egy komolyabb csata fog kialakulni. Bizony, hopp! Belső íven a 777-es nagyszámú autóval Bors Bertold próbált elmenni Szomszéd Lali mellett, de ez egyelőre nem sikerült. Nagyon szépen levédte ezt a kanyart Szomszéd Lali, és továbbra is a harmadik helyen autózik. Ő is a fiatalabb generációhoz tartozik, mármint Szomszéd Lali. Rónai Tamás mentorátja egyébként, és a Rónai Tamás segítségével szokott bele, vagy kezdte el formaautós pályafutását. Több győzelmet is szerzett a tavalyi esztendőben a Forma Renault kupában, és végül a bajnoki ezüstérmet szerezte meg 2019-ben
szomszéd Lali, szóval ő is a fiatal generációk közé, a fiatal generációk közé tartozik, úgyhogy meglátjuk majd, hogy a Gender Racing színeiben és Rónai Tamás segítségével hova tud eljönni. Itt pedig az élmezőny Rónai Tomi, hogy hova tud eljutni. Rónai Tomi és Volentér Balázs óriási csatában. Na, Balázs azért most elég szépen tudja tartani versenytempóban legalábbis Rónai Tamást. Itt hátul pedig nagyon egyben a mezőny. Egymás mögött, szomszéd Lali mögött a többiek. Bors Bertolt, Kovács Ádám, Lengyel Martin és Makai Gyuri, aki ezen a hétvégén csak a formaautós kategóriában indult. Az első verseny hétvégén még mindkét kategóriában ment, de aztán úgy gondolom, hogy Makai Gyuri is úgy döntött, hogy annyira kemény a mezőny, hogy itt elég egy kategóriára koncentrálni, mert ha valaki több kategóriára koncentrál, akkor egész egyszerűen nem tud jó eredményt elérni. Makai Gyuriról egyébként érdemes tudni azt, hogy 2001-ben már megnyert egy Gran Turismo bajnokságot Magyarországon, és annak köszönhetően a PlayStation támogatásával indulhatott el 2003-ban a Renault Clio kupában. Nem tudom, Zsolt, hogy te hallottál-e Makai Gyuri nevét, egyáltalán ismered-e akár a szimulátor versenyzésből, akár a valós autóversenyzésből? Őszinte leszek, én erről még tényleg nem hallottam, és még Makai Tomiról se, de ez számomra meglepő, hogy ez van, hogy egy szimulátorból szponzorációt lehet szerezni, és ezáltal élőben versenyzéshez jutni. Bizony, Gyuri azok közé, a versenyzők közé tartozik, aki annak ellenére egyébként hozzá kell tegyem, hogy ő gokartozott is, tehát nem feltétlenül a szimulátor volt neki a belépés a gyorsasági autószakákba, de mégis gokartozás után valahogy pont a PlayStation adta meg neki azt a lehetőséget, hogy a Renault Clio kupában elinduljon, amit később 2005-ben meg is nyert. Úgyhogy érdekes az ő pályafutása. Egyébként érdekes, hogy Gyuri formautozott is, túrautozott is, nem tudom melyik áll közelebb a szívéhez. Most itt ebben a SimRace to Real-ben úgy döntött, hogy inkább a formautós kategóriában fog végig részt venni, és elengedi a Gran Turismot, és egyelőre a hetedik helyen jön Makai Gyuri, miközben az élen Római Tomi és Volentér Balázs óriási csatát vívnak. Úgy látszik, hogy Balázs most nagyon felszívta magát, és szeretné megnyerni a futamot. Nem tudom, hogy amikor Volentér Viktort edzetted a Gran Turismóra, akkor Balázs mennyire került szóba. Egy versenyzői családról van szó gyakorlatilag, és gondolom Balázs is nagyon készült erre a hétvégére, nem? Velem is készült a hétvégére, úgyhogy természetesen. Elvileg azt mondta számomra, hogy nagyon sokat segítettem neki, és jó tanácsokkal láttam el. Úgyhogy igazán örülök, hogy edzőként sem futcsoltam be. Na várjál, Zsolt, állj, stop, nem fogsz itt, nem úszod meg, hogy most nem osztasz meg velünk ilyen szakmai titkot. Tehát mondd el, hogy Balázst hogy készítetted fel erre a hétvégére? Miben tudtál neki újat mondani, vagy miben tudtál neki segíteni olyanban, amit esetleg egy olyan versenyző, aki az élő versenypályákon való versenyzéshez van hozzászokva, nem vett volna észre itt ebben a játékban, ebben a szimulátorban? Hát például az első verseny után hangsúlyoztam neki, hogy a buzgombot azt használja, mert előnyére fog válni. Yeah. Ha már teljesen kimaradt, és hogy főleg a rajtnál, még miután láthattuk, hogy Rónai Tamás egyedül az élen nagyon stabilan, nagyon konzisztensen hozza ugyanazokat a köröket, így próbáltam resúlykolni, hogy ha mögő le fog indulni, ahogy történt, akkor próbálja az elején megelőzni és megzavarni. Mert hát, ha ezzel kibügy a billentyűzet egyensúlyából, és ezzel tudja legyőzni őt. Hát itt most láthatunk egy visszajátszást, azért itt majdnem megelőzte most Rónai Tamást, sőt, ebből a kameraszögből most azt látjuk, hogy volt, hogy Volentér Balázs volt egy pillanatra elől. Itt óriási csatát vívnak most ők ketten, és azt gondolom, hogy Volentér Balázs akkor jól felkészült erre a futamra, mert jelen pillanatban ő vezet, és Rónai Tomi csak a második, visszacsúszott a második helyre. Úgy Balázs egyelőre nagyon szép tempóban megy itt a Red Bull Ringen, és mondta is, hogy neki sokkal jobban fekszik a Red Bull Ringi pálya, mint a barcelonai. Úgy gondolom, sokat edzettetek egyébként óra számba, vagy ez mennyi órát vett igénybe? Számoltam pontosan 2-3 órát, hogy ez szimulátoros szemmel ez nem számít soknak, de Balázs nem ügyetlen, szóval nem igazából nem teljesen felkészíteni kellett, nem nulláról indultunk, csak igazából csak jó tanácsokkal kellett ellátni. És amikor együtt készültök, akkor egymást váltva ültök be a szimulátorba, és úgy mentek, és úgy magyarázol neki, vagy te csak ott ülsz mellette, Balázs ül a szimulátorban, nézed az ő körét, és adod a tanácsokat?
egymást váltogatva szerintem, ahogy észrevettem, talán ez tűnik a leghatékonyabbnak, hogy megnézem, hogy hogy megy, közben mondom, hogy mire figyeljen, majd pedig akkor megkérdezem, hogy szeretnél megnézni, ahogy megyek, és tőlem lelesni a dolgokat. Aztán miután tőlem lelest a dolgokat, utána próbálja implementálni a saját köreibe is. Asszó. Na hát egyelőre a csata az nem folytatódik továbbra is, a 27-es rajtszámú autóban ül Rónai Tomi, a 74-esben Valentin Balázs. Most ismét Tomi halad az élet. Mind a ketten jó besokaltak ott az első kanyart követően. Azért érzedik, hogy most nagyon a határon autóznak mind a ketten. Próbálják a maximumot kiautózni a pályából, de azért ebben benne van egy pici hiba. Bár itt a pálya elhagyást egyelőre nagyon nem büntették, hogyha valaki a bukott térből jött vissza. De az első kanyarban nagyon-nagyon-nagyon büntetés, ezt látjuk is a pilótáknak ott fölött a másodperceket, hogyha esetleg elhagyják a pályát. Igen, rögtön hozzáadja a gép, ugye? Pontosan ezt a gépnézés, ezt hozzá, és hozzá is adja ezt a gép. Hát ez így egy nagy párharc lesz Rónai Tomi és Valentin Balázs között, miközben a harmadik helyen már Kovács Ádám van. Jó néhány versenyző van itt egyébként a formaautós kategóriában, akik még épp hogy csak beleszagoltak az igazi formaautós versenyzésbe, hiszen gokartból jöttek, és hát elég fiatal, pimaszul fiatalok, hogyha szabad így fogalmaznom, ilyen például Kovács Ádám is, aki egyelőre a gokartban tette le a névjegyét, és most a Mogul Racing Teamnél kezdte meg formaautós pályafutását, hogy meglátjuk majd, hogy a fiatalok hogy mennek. Egyelőre Rónai Tomi most vezet, Valentin Balázs előtt, Kovács Ádám már le is szakadt, nem is ott jön a háttérben, talán még épp hogy látni az ő autóját is. Rónai Tomi próbál egy pici előnyt kiépíteni, Balázs meg büntették, vagy figyelmeztették, úgy látszik, hogy sokszor elhagyja a pályát Balázs is, próbál nagyon nagy tempót átvinni a kanyarokon, ez néha azért hibával jár. Bors Bertold a negyedik, Szomszéd Lali az ötödik, aztán jön Makai Gyuri, Lovas Alex, Turák László, közben ezt kimondom, Fekete Krisztián jött fel a 8. helyre, és Turák László a 9. Hát Fekete Krisztián is egyébként, ő a mezőny doájánja, hogyha szabad így fogalmaznom, több mint 20 évet töltött el a magyar gyorsasági szakákban formaautósként, számos bajnoki címet szerezve. A végén volt egy hatalmas bukása, amiről ő maga is azt mondta, hogy csoda, hogy túlélte, mert akkor átesett, és aztán vissza is vonult az aktív versenyzéstől, hál' Istennek megúszta sérülés nélkül a balesetét. Viszont itt szimulátorozásban azért úgy látom, hogy Krisztián sem tud nagyon elszakadni ettől a szakáktól, miközben fia Fekete Dominik pedig a Gran Turismo-ban próbálkozik, vagy ott versenyez. Úgyhogy a Fekete család is azért egy tradicionális autóversenyzői családnak mondhatja már magát itt Magyarországon. Főleg úgy, hogy tényleg Fekete Krisztián nagyon komoly pályafutást tudhat maga mögött az autós gyorsasági szakákban. Egyébként közép-európai zónabajnok is volt formaautóval, nem csak magyar bajnok. És aztán ő is indult hosszú távú versenyeken, későbbiekben már nem formaautóval szetesen. Na, hát itt lesznek kerékcserék, úgy tűnik. Bors Bertold jön be. Nem tudom, hogy kell itt taktikázni a kerékcserével, hiszen maga a verseny 16 körös, és láttuk Barcelonában például, hogy nagyon vegyesek voltak a taktikák. Volt, aki végigment egy gumin, volt, aki bejött kerékcserére. Mennyit hoz az új gumi ebben a szimulátorban? Főleg itt, most nézzük a Red Bull Ringi pályát. Tehát teszteltünk Balázzsal. Én azt mondtam neki, hogy menjen ki kerékcserélni a felénél, de egyelőre még üldözi továbbra is Rónai Tamást, úgyhogy valamiért nem fogadta meg a tanácsomat. Lehet, hogy jobban kezeli a gumikat, mint ahogy teszteléskor én láttam, és lehet, hogy fejlődött, emiatt nem érezte, hogy ki kell menni. Igazából szerintem a végére már lehet, hogy egy új gumihoz képest egy másfél másodsz különbség Red Bull Ringen. Hát nézd meg, most a versenyben futott leggyorsabb kör Valentin Balázsé 1.13.839-el. Ez azért bő 2 másodperccel lassabb, mint amit az időmérőn mentek. A kérdés csak az, hogy mit tapasztaltál? Ott egy nagy kicsúszás. Makai Gyuri forgott meg, és jött vissza a bukótérből. Mondjad? Az ugye az időmérőn új gumival, üres tankkal. Persze. De hát, hogy természetes, hogy nagy a különbség az időmérős időmérőn látott időköz. Nyilván ez ugyanúgy, mint az élő versenyzésben, a szimulátorban is ugyanaz, hogy az, persze az új gumi és az üres tank sokat számít. Viszont azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy amikor teszteltetek erre a versenyre Balázsra, mit láttál, hogy a
telitankos, vagy egy megtankolt autó, egy új gumi feltétele hány másodpercet hoz? Tehát mennyivel vagy gyorsabb új gumim, mint használt gumim? Másodpercben. Köbö. Kettő. Az sok. Kettő. Kettő, igen, az sok. És szerint azért is a kerékcsere nem... Hogy a kerékcsere egy olyan 7-8 másodpercet veszel, ha jól számoltam. Szóval 4 kör alatt körülbelül visszahozható ez a hátrány. Aha, viszont akkor sokkal rövidebb idő, mert azt hiszem, hogy ha Red Bullingen versenyzel, akkor élő körülmények között azért több egy kiállás, mint 7-8 másodperc. Igen, igen, igen. Az jó. Na hát akkor kíváncsi, hogy például Borsch Bertolt, hogy taktikázott, mert őt láttuk, hogy benn volt a boxban, mint hogy Lovas Alexet is láttam bemenni a boxba, aki a 9. Ugye ez egy érdekes dolog lesz, hogy ők nekik mennyit hoznak, és miközben elő. Én úgy látom, hogy sem Rónai Tamás, sem Volentér Balázs egyelőre nem volt bent a boxban. Nem volt kerékcserén. Azt még azért mondjuk el azoknak, akik esetleg nem ismerik ezt a játékot, hogy ott látjuk a kokpit tetén, hogy vagy pirosan, vagy zölden világít az a lámpa, hogy az mit jelent. Pontosan ez a boost használatát jelenti. Ha villog a pilóták feje fölött a lámpa, akkor azt jelenti, hogy éppen használják a boost, vagy más néven a KERS rendszert, ami plusz lóerőket ad az autónak. Itt óriási csata van közben a középményben, nagyon sokan lögdösödnek. Borsch Bertold jön fel a 6. helyre. Na, az új gumi azért hoz neki elég szépen tempót a többiekkel szemben. Már a 6., miben Lengyel Martin a 4. és Fekete Krisztián az 5. helyen autózik jelen pillanatban. Meglátjuk majd, hogy Borsch Bertold hova tud. De gyors tényleg, már Krisztiánt is utol értette, jó ég! Tényleg gyors ez az új gumi. Borsch Bertold már az 5. helyen van. Az nagyon szép egyelőre, amit ő csinál. Ő is egy nagyon fiatal versenyző, 14 éves mindössze, nézzük csak az ismétlésből. Ahogy szépen előzgeti a többieket, és kap valaki egy büntetést. Ha jól láttam, valahol egy picit visszavette őt a szimulátor lögdösödésért, ezt játsszuk a visszajátszásban, de ettől függetlenül nagyon nagy a tempója Borsch Bertinek. Ő is egyébként gokartozásból épett föl, és a Mogul Racing Team támogatásával kezdte meg formautós pályafutását. A Mogul Racing Teamnél, vagy ti majd meg. Hogyha lesz rá lehetőség és elindul a bajnokság. Na itt aztán óriási lögdösödés megint. Borsch Bertold megint visszaesett egy picit. Fekete Krisztián tartja a 4. helyet. Az 5. helyen Lengyel Martin, aztán Turák László és aztán Borsch Bertold csak a 7. Hát itt nagyon egyben van a mezőny, a 4. helytől lefelé. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy Kovács Ádám is ellépett egy picit. Őt se látni nagyon. Elől Rónai Tomi és Volentér Balázs nagyon elléptek, és a 4. helytől lefele óriási lögdösödés van. A rutinos Fekete Krisztián próbálja tartani a fiatalokat maga mögött, ami egyelőre nem könnyű feladat, de valahogy Krisztián ezt egyelőre szépen megoldja, és fogja a 4. helyet. Borsch Bertold nagyon védekezik belül, próbálja bent tartani. És itt Az egy kemény lögdösödés volt, Lengyel Martin a 48-as rajtszámú autóval, hoppá, keresztbe is állnak itt többen. Hatalmas itt a csata a középmezőnyben, Turák László is ott van, lögdösik egymást kőkeményen, nem tudom ebből a felügyelőtestület mit fog kihozni, na nézzük csak a visszajátszásból, ez volt egy nagyon kemény lökés. Azt a mindenit, 2 is kapott Fekete Krisztián, de a pályán tudta tartani az autót. Hát? Lengyel Martin indította el, mintha nem látta volna, hogy külső éven ott van Fekete Krisztián, és próbált szélesebbről ráfordulni 2. kanyarra. Fekete Krisztián vissza is esett a 6. helyre, miközben Borsch Bertold följött a 4. Talán a lögdösödést követően el is tudott lép tőlük, Lovas Alexel együtt. Ők ketten kim voltak a boxban új gumiért, tehát Borsch Bertold és Lovas Alex tempóját érdemes lesz figyelni. Nem véletlen Krisztián nem tud belemenni. Látszik, hogy egyre alul kormányzottabb az autó. Krisztián alatt a célegyenes ráfordítóban lehetett látni, hogy a kopott gumikon mennyire alul kormányzott már az autója. Nehezen is tudja tartani, ez teljesen elfogyott ez a gumi Krisztián alatt, ez látszik, hogy itt a tapadás nagyon elment, miközben Borsch Bertold és Lovas Alex elindult Kovács Ádám után nagyon kemény tempóban. Meglátjuk majd, hogy az új gumin hova tudnak fölzárkózni. Lengyel Martint is megbüntetik. Na nézzük, hogy mi lesz Borsch Bertold és Lovas Alex helye a végén, mert ők nagyon jól mennek egyelőre új gumikon.
miközben Fekete Krisztián folyamatosan csatában. Na itt van Lovas Alex, beáll Bertold elé, nekik figyelniük kéne arra, hogy ne egymást tartsák föl, hanem az új gumit kihasználva próbálják meg utolérni a harmadik helyen álló Kovács Ádámot, ami persze nem lesz egyszerű feladat, de... Na, Lovas Alexnek is visszavesz egy picit a tempójából a szimulátor, ő is hibázott valahol, lehet, hogy meglök az előzésnél Bors Bertoldot. Nem, szerintem jobban kiszélesítették a pályát, mint azt kellett volna, vagy mint azt szabad. Emiatt is valószínűleg mind a ketten kapnak büntetést, pontosan Bertold. Igen, kár ezért, hogy az új gumikon ilyen hibákkal veszítenek folyamatosan, mert így hiába van fönt új gumi. Ez is túl sok itt rögtön az első kanyarban. Hiába van fönt az új gumi, hogyha folyamatosan büntet a szimulátor, akkor azt a tempót, amit tempó előtt, amit kiautózol az új gumin, azt el is veszíted ezzel, nem? Hát látom, itt féktávon azért próbálják ledolgozni. Próbálják optimálisan letölteni azt a büntetést, hogy akasztességet ne kapjanak belőle, de azért ennél pontosabban kéne menni, hogyha utol akarják érni Kovács Ádámon. Jobban ki kéne használni az új gumit most, mint ahogy ők teszik. Meglátjuk majd, hogy a végére mit hoz. Sok idejük már nincsen, mert a 15. körben járunk, és a 16 körös csak a verseny, úgyhogy lassan az élmezőny már az utolsó körét fogja megkezdeni Rónai Tamással és Volendér Balázssal, Kovács Ádám pedig a harmadik helyen autózik egyelőre. Barcelonában egyébként a szezon első futamán Race to Rio-ben Rónai Tamás mögött Kovács Ádám volt a második, és Bors Bertold a harmadik. Hát tulajdonképpen ez csak annyiban változik, hogy Volendér Balázs jött be közéjük, és nagyjából maga a végeredmény tekintetében, az erőviszonyok tekintetében nagyon hasonló a helyzet, mint ami Barcelonában volt az évadnyitón. Balázs az, aki nagyon följavult. Itt egy visszajátszás. A lögdösödés és a csata. Nagyon, nagyon nem kímélik egymást a pilóták. Formautóval vannak, de úgy menni. Igen, kicsit túrautós itt Bors Bertold és Lovas Alex összecsapását, össze-vissza büntetik mindkettejüket. Kovács Ádámot már úgyse tudják befogni, azt hiszem, hogy ez már egy presztízs csata a negyedik helyért. Dobogó az elúszott tűnik, hiszen már Kovács Ádám is elég messze jár nőlük, mint ahogy Lovas Alex is. Na itt van az élmezőny végre, és itt ösztes közben Rónai Tamás megnyeri a második futamot a végén, és a második futamot is a végén le tud magáról szakítani Volendér Balázs, akinek talán a gumiai is jobban elfogytak, és így a második helyre jön be Volendér Balázs elég nagy hátránnyal, de a második, és ez neki nagy előrelépés a barcelonai futamhoz képest, Kovács Ádám pedig a harmadik helyen végez a Red Bull Ringen. Jönnek majd a többiek is, feltételezhetően íme itt van a nagy összecsapás a negyedik helyet a végén, Lovas Alexér negyedik hely, és Bors Bertoldi az ötödik. Hát ők szépen szétgyilkolták egymást. Ták László a hatodik, aztán Lengyel Martin jött be a hetedik helyre, szomszéd Lali pedig a nyolcadikra. Hát ez egy elég komoly, kemény futam volt, azt hiszem a formaautósoktól. Red Bull Ringen tényleg egy kicsit ilyen túraautós jelleget öltött a végén, legalábbis az egyesek összecsapása, de ami a lényeg, hogy a második futamot is csak úgy, mint az elsőt. Rónai Tamás nyerte, viszont Volendér Balázs nagyon följavult a barcelonai futamhoz képest, köszönhetően többek között a te mentorálásodnak is. Hát csodálkozok, hogy Balázs nem ment ki kerékcsére. Szerintem megérte volna neki. Az új gumikon szerintem utol tudta volna érni Rónai Tamást. Igen, lehet, hogy egy kerékcsere így viszont nagyon belefért volna, így viszont nagyon leszakadt róla a végén. Nagyon elkoptak a gumiai. Hát mindjárt meg is kérdezzük Balázst, hogy hogy élte meg ezt a futamot belülről a kokpitből. Balázs, milyen volt ez a verseny? Nagyon szépen csatáztál végig Rónai Tamással, aztán a végére leszakadtál tőle. Mi történt? Elfogytak a gumik? Hallasz, Balázs? Egyelőre nem hallom Balázs reakcióját. No, hát Balázs képen látom, nem tudom, hallasz, Balázs, még egyszer, most valamit a pillanatra hallottam volna. Igen, itt vagyok. Nagyon jó, szuper. Na, mesélj egy picit a versenyről, nagyon szépen tartottad Viktort, ugye itt van
velünk ebben a közvetítésben Szarka Zsolt, akivel együtt készültél fel erre a versenyre. Mit tudtál megfogadni a tanácsaidból, és mi történt, mert a végére úgy láttuk, hogy nagyon leszakál Rónai Tomitól? Igen, Tomival már az elejétől fogva egy nagy csatározásban voltunk. Igazából ami a problémát jelentette, hogy ugye egyszer, amikor visszaelőzött, akkor mögötte maradtam, és nagyon sokat autóztam mögötte a szélárnyékában, ami az egyenesekből ugye sokat hozott, de rengeteg tempós kanyar van ezen a pályán, és ott viszont szélárnyékban lenni nem annyira jó, és hát ennek a végére meg is ittam a levét, hiszen borzasztóan elfogytak a gumiaim, és egyáltalán nem tudtam már ezt a tempót diktálni, mint amit előtte. Úgyhogy igazából nagyjából ennyi történt, a végén bele is hibáztam, ugye sajnos már ebből kifolyólag, de ettől függetlenül szerintem egy jó kis csatát vívtunk. Azt mondja Zsolt, hogy ő javasolta neked, hogyha úgy adódik, menj ki keréklére, és hogy lehet, hogy ez most bevált volna, hogyha kijöttél volna Rónai Tomi szélárnyéka mögül, és inkább bejössz egy kerékcserére, és úgy próbálod őt újra utolérni. Ez benne volt a fejedben, vagy ez most, vagy annyira koncentrálattál Tomira, hogy ez nem is volt opció, hogy kigyere a boxba? Nem, abszolút benne volt ez is, ez a taktis szerepelt a forgatókönyvek között, de úgy voltam vele, hogy igazából ha Tomi nem áll ki, akkor én sem állok ki, hiszen azzal fölöslegesen egy hatalmas egy hátrányba keríteném magamat, és a friss gumi ellenére rengeteget kellene ledolgozzak, hiszen azzal több mint 4 másodperc hátrányba kerülnék, úgyhogy próbáltam tartani vele a tempót, sajnos ez a kopott gumikon már nem annyira ment. Azt hiszem, hogy egyelőre, amiben Rónai Tomi a mezőny fölénő, hogy mindemellett, hogy nagyon precízen megy, de most azért veled elég komoly csatában volt a verseny első felében, hogy valahogy nagyon jól menedzseli a gumikat. Tehát azt lehet látni, hogy a futam végére is neki maradt tapadása, úgy, hogy nem jön ki box kiállásra, de ennek ellenére a futam végére is megmarad a tapadása. Igen, hát tiszta levegőben autózni határozottabban nagyobb előnynek számít, mint piszkos levegőben valakinek a szélárnyékában menni. Naív voltam, és azt gondoltam, hogy nem fog ennyit kopni a gumi, nem próbálkoztam vele annyit, nem nézegettem meg a tesztelések során, hogy mennyire fog elfogyni a gumi még 16 kör után, ha valakinek a szélárnyékában megyek, azt gondoltam, hogy több fog maradni, de ebből is tanultam. Na, hát köszönjük Balázs, nyilván minden futam egy újabb lás, lehetőség egy újabb gyakorlásra a kezdő héten, hogy gyakoroljatok, hiszen aztán természetesen majd a Formula Auto bajnoksága a jövő vasárnap, május 24-én Interlagosban, Brazíliában folytatódik, hát az is egy klasszikus versenypályája a világ autósportjának. A GT kategória mezőnye pedig épp ide a Red Bull Ringre érkezik a jövő héten, úgyhogy hát érdekes versenyek lesznek reményeink szerint. Gyertek velünk jövő héten, vasárnap, május 24-én, tehát várunk itt újra, mára megköszönjük figyelmeteket. Szarka Zsoltot és Szolnár Gyulát hallottátok. Sziasztok! Szervusztok!